Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Klassz FM-en. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. 6 óra múlt, pontosan 9 perccel, és újra itt vagyunk. Hello, Jani, hello, Feri. Hello. Jó reggelt. Adjál neki még egyet. Hello, hello. Ezek vagyunk. Mi van, nem szól? Hát, de van, de most visszajött a rég jól bevált módszer. A csapás? Így van, a makarenko technika. Ez az. Ott jó. Nálad van a Bibi. Aha. Ha Jani jut, akkor visszajön, ha én, akkor nem jön vissza. De most visszajön. Na, most a itt vagyunk. Üssél még egyen? Itt vagyunk, jók vagyunk. Ne üssem, mert elmegy. Ne. Most elment a fele. A Feri, léci. Üsd vissza. Na, még a... Itt villognak a lámpák. Te igen? Az nem, baj, az a jó. Ez hangulatot csinál. Az ütésnek a hangja. Ha jó zene is szól hozzá, akkor talán táncra is kell. Hát itt egy-egy ütésnél olyan overload lámpák villognak. Na mindegy. Igen. Na, jó van akkor. Csapja, azaz. Gyerekek, mi történik Ausztráliában? Süt a nap, ilyenkor ott jó idő van, nyár, lehet merülni a nagy korallzátonynál is, vannak kenguruk. Roger bealudt az első szedbe, vagy mi a fene történik? Egyébként, igen. Én már tavaly megmondtam, hogy vége ennek a gyereknek. Látod? Mondjuk jó, tudom, most jöhetsz a tavalyi eredményeivel. Szánalmasan menekül kifelé ütőcserével a fiú, akinek csíkos vadmalacos háta van most a pólóban, mert leizzadt. Aha. Ő lehet, ugye? Ő igen. A Rozsi. De ő az direkt olyan az a póló. Ne hülyéskedj. Húztak egy csíkot középre. Uh-huh. Aha. Hogy tudja, hogy kell fölvenni. Mi? Igen, hogy tudja, hogy melyik a hátul. Tudja, hogy melyik a hátul. Hát Bolelli gyerekek. Igen, egy olasz fiú rakta éppen szivatóágra a nagy Rozsét, és jó, egyébként az olasz fiúnak nagyon jó kis ruhaszettje van. Meg kell, hogy mondjam, nekem ez nagyon bejön, ez nagyon tetszik. Terepmintás ezért. Sportos, és igen, és mind a két oldalon egy-egy rózsaszín kis koponyácska, és elől is egy zöld koponya díszíti az ő pólóját. Az Ausztrália Open-en nincsen ilyen öltözködési szabályzat, mint mondjuk Wimbledonban, tehát gyakorlatilag bármi. Meddig mehetnek el egy öltözködésben, így a változatosságban, meg mondjuk egy a kevésbé hagyománytisztelő bármeddig vonalon. Nincsen, bármit nincsen? Fölvetsz. Hát ki van kötve bizonyos dolgok, meg vannak szabva, hogy saját szponzor milyen mennyiségben lehet fönt, hogy lehet fönt. Tehát te beszerződsz. Nyilván az ára is ki van kötve. Tehát ez tök jó egyébként. Nekem ez nagyon tetszik, hogy ilyen kis. Igen, tehát bármit nem vehetsz, bármit nem vetsz fel, tehát mit tudom én, a Kia a szponzora az Australian Open-nek, akkor te nem jelenhetsz meg egy nagy, nem tudom, Land Rover-es pólóban. Tehát, hogy vannak ilyen dolgok, nyilván a nagy sportszergyártók, az Adidas, a Nike, ezekkel igen, meg az ütőmárka, meg sportruházati márka, de egyébként nagyon sok minden nem viselhetsz. Tehát, hogy azért az úgy ki van kötve, hogy... Szegény fiú, hát hova üti? Hol volt eddig ez a Bol? Bolelli? Nem tudom, már elfelejtettem a nevét, itt csak az volt írva, hogy Bol. Nem tudom, hogy nem is hallottam már így a nevét, mert szerintem top 50-es, biztos. Tehát, hogy biztos benne van. De Roger nincs nagy formában. Nincsen. Nincs, gyerek. Meglepte ez a fiú. Meglepte a halálfejes pólom, mert Bolelli. Igen. Bolelli nem adogat rosszul. Elengedni látszik. Na mindegy. Nem gyenge a fiú. Nem baj, majd innen is visszajön. Persze, gyerekek, sem egy kicsit alszik az elején, egy nyercettet még simán. Így van, elhiteti meg az olasz fiúval, hogy vannak csodák. Most olvastam, hogy betört a technika is ebbe a fehér sportba. Képzeld el, az, hogy olyan ütőt lehet most már venni, hogy van. Okos ütő. Persze, neked tudom. Van mi? Tessék? Van mi? Dehogy is, az a Nadal tesztelt, és most a teniszszövetség, a Nemzetközi Teniszszövetség engedélyezte, hogy használhassa az okosütőt, és megmond mindent. Hány tenyeres ütöttél, hány fonákot? Milyen sebességgel, pörgetett fonák, nyesett fonák, pörgetett tenyeres, milyen tenyeres, és akkor végén ki tud értékelni. Aha, és tudja a Nadal, hogy neki egy meccsen ahhoz, hogy nyerjen, ahhoz hány tenyerest, hány fonákot kell ütnie. És ha mondjuk 70%-ban tenyeres, 30%-ban fonák, akkor jól ütött. Akkor és jó, ez az ütő kiértékeli egyébként. Tehát amikor a szünetben a telefonját nézi a Nadal, akkor nem szerelmes üzeneteket néz, hanem a telefonjával beszélget. Igen. Azt nem tudom, hogy meccs közben használhatja-e, azt tudom, hogy edzeni már edzhet vele, meg hagyomány lesz majd belőle, tehát használhatja. Meccsen azt hiszem még nem, ez egy babolat fejlesztés egyébként. Vakolat? Vakolat fejlesztés, igen, a babolat fejlesztettem. Ez egy ütőmárka, ugyanúgy, mint a Wilson vagy a Head, és a Nadal babolattal játszik, és a babolat fejlesztette ki neki ezt az ütőt. Ez egy okos ütő.
menő. De szerintem aztán szabadalmazhatják, vagy már meg is tették, és lehet, hogy már mindenki használja egy idő után, nem tudom. És a meccs végén kiértékelik, és ha győzötök, azt mondják, hogy ez azért van, mert csak 30% tenyeres ütőtől, ha veszít, akkor pedig azt mondják, hogy ez azért van, mert csak 30%. Igen. Ütőtől. Meg hogy hol ütötte meg a labdát, milyen sebességgel ütötte meg, a mikor pályán. Ütötte meg. Hát nem úgy a pályán, igen. Az, igen, igen, de hogy hogy azt hiszem, nézi, hogy felszállóak, leszállóak. Jó edző nézi azt a bizéről a lelátóról, nem? Hát, nem azért séróból megmondja ugyanezeket a dolgokat. Hát most ott húzogatod, hogy stringulat. Hát igen, igen, azért mondjuk van egy ütésen 800 000 ütés mondjuk, csak ugye edzel egyet is ütsz ezret, azért azt mondja, az edzőben a fejben tartja. 180 km fel arra. Igen, fölgetett fonák tényleg. Gyerekek, 6-3 Roger kikapott az első szedben. Nagy a baj! Nagy a baj! Roger szorul. Nem örülök. Nem vagyok boldog emiatt egyáltalán. Na mi újság van, gyerekek? Mi? Nem volt reklám? Jaj, aranyos vagy, Zsuli, írtál nekem a semestre, hogy olyan gyorsan kezdünk. Hát 6 óra 12-13 az vagyok hozzászokva, aztán 6 óra 7 óra, már hallom, hogy itt bömböl ez a nagyon jó Calvin Harris. Minél több időnk legyen kibontakozni, hogy aztán másnapi újság tudjon belőle cikket. Ja, na, miből érzek a Hajdúba, látom a nyarásában? Igen. Szegények, lehet, hogy tök nyugodtan nyaraltak volna, ha nem hozom be ezt. Hát azért ők kirakták ezt a Facebookra. Persze, tehát nem is, nem, de ezt nem a magunknak akarom én betudni, meg se írtak bennünket. Csak miről írtak, hogy? Ja, semmi, csak hogy hol nyaralnak most a kellebek, az összes Kaszatibi, Liptei Klaudia, Hajdú Péterék. Ha mindenki ugyanott kb, nem? Hát benne, hát melegbe, hát hova ott menni? Januárban én sem mennék, nem? Hát és hol nyaral a Klaudia, meg hol nyaral a Kassa, vagy mit írt az újság? Erikém, mit írt az újság? Hát hogy mennek ezek utat? Piacon voltál, már mit mondanak a kofák? Szemtelenek ezek. Keletre mennek. Keletre? Keletre megy, ja, azt hiszem, Ausztrália, meg Tájföld, Vietnám. Az, aki Ausztráliát bevállalja, az egy rövid mi? 22 órás repülő út, azért oda nagyon kéne győzködni, tehát szép. Ott szép részek vannak egyébként nyilván, meg ott még aztán után Fidzsi, meg nem tudom, azok azért nem rosszak, de hát azért... Ha majd egyszer ráérsz, akkor szerintem azt úgy kell menni, hogyha az embernek van annyi pénze, meg van érdeklődés, hogy középen megállsz egy hétre. Az biztos, persze. Aztán tovább mész, ott vagy két. Ugye? És kiment Ausztráliában? Most már mondd meg, Feri, kim mit írt az újság? Claudia, de nem akarok hülyeséget mondani, olvassátok el, azt akkor megtudjátok. Hát az is igaz, hogy minek olvasgatni. Hát azt értem. Igen. Engem képzeljétek el, megleptek, meg nyilván azért, mert tudják, hogy én szeretem a legjobban ezt a nosztalgikus hangvételt, meg nagyon szeretek így merengeni, meg így visszatekintgetni a múltba, és tegnap kaptam két olyan kiadványt is, amik, hát az egyik kiadványról csak annyit kell tudni, hogy ez mondjuk 15 évvel ezelőtt volt kiadvány, és az egyik kedves hallgatónk egy lomtalanítás során jutott hozzá, egy ilyen pontgyűjtőkártyának a katalógusáról van szó. Mindegy, nem is érdekes. Ami érdekes az az, hogy tényleg, amikor az ember így végiglapozgatja, és látod benne azokat a termékeket, amiket annak idején én nyálcsorgatva nézegettél, meg látod mellettük azt, hogy milyen árért lehetett akkor megvenni, meg mekkora pont mennyiségért, és akkor nézem ezeket a gyönyörű VHS videomagnokat, vagy egy konzoljátéknak az első generációját, igen, meg ezeket a nagyon jó minőségű férfi karórákat, meg stb., meg hát azokat a ruhadarabokat, amiket egyébként én még mindig hordok. Mennyi volt egy VHS videomagnok? Hát figyeljetek, srácok, mit akkor azt mondja, hogy kérlek szépen, vagy egy Walkman, mindegy, a Walkman is. Azt mondja, figyelj, mondom neked, az cirka 3600. 3600 forint volt? Pontocska volt, de az se rossz egyébként. És azt mondja, hogy 8000 pontért már kétfejes VHS videomagnót is. Azt a mindenség. Vásárolhatnál kétfejes. Ez mikor? 2005. Azt mondja, nem, 1999. 99. Nagyon szépen köszönöm a kedves hallgatónak, aki elküldte. Nagyon kis helyes. 34 000 pontért már vettél 36 cm-es képernyő kijelzéses, SCART csatlakozós színes tévét is. A képernyő kijelzés, az gondolom az volt, hogy így a sarokba felírt a 12-es csatorna. Még megnyomta egy gombot, és mutatta az időt. Igen. Hogy hány óra van, vagy hogy hanyos csatornán vagy, ahogy mondod. Megy már be ezzel. Megvan még a cég. Jó napot kívánok. Van 3000 pontom. Gyűjtöttem pontok. Le lehet-e még vásárolni Walkmanra? Van itt egy nagyon jó kis szerszámkészlet. Azt mondja, hogy 20 darabos 1253 pontért, ha esetleg gondol. A Walkman volt az, aminek egy ember sem mondta helyesen a nevét, vagy mindenki, tehát sose hallottam, hogy Walkman.
Walkman, ott na, minden van. Sétáló Magnó. Sétáló Magnó, Walkman. És szépen húzta az. Hát már merül. akinek görgülő mechanikás volt annak. Jó, ne haragudj, hát mi állunk vidéken, nem az tudtuk, volt. Mi az a... De sajnos nekem nem az volt. Nekem egyik még megvan, kettő még megvan belőle, azok szépen el vannak ott. Hát igen, nem, semmi meglepő nincsen benne, de eltettem. Eltettem a biztonság kedvéért. Már nem azért, mint hogyha visszajönnének valahogy is ezek az idők, de azért úgy jó, hogy pont most dobozokban nézel előtte. Az összes ilyen cuccom nincs meg. Nincs-e? Semmi, nekem se. Egyszer kaptam a gazdag rokonokat gyerekkoromban olyan sétáló magnót, amit így a fejre tudtál tenni, és itt tudod, ilyen nagyon menő volt, és rádiót tudtál benne hallgatni, és olyan volt, mint Lando Calrissiannek a segédje, akit így hívtak, de nekünk erre nem volt pénzünk, ez egy összehajtott, olyan volt, mint ez a füles, ami most a fülünkön van. Forró nadrágot és gördeszkát is kaptál hozzá, vagy görkorcsolyát, mert már volt mindig neki. Az amerikai filmekben ezt láttuk, hogy a csajokat a izén. És kihúztad a fülest. Tengerparton az? Egy hét alatt eltörtem, azt hiszem, tehát sokáig nem használtam, de hogy ezek nekem eltűntek. Nekem sincs, nem tudom, hogy ezek hol. Gyerekkori játékokból van egy-kettő, azokat anyám eltette, de az ilyen későbbi technikai dolgokból sajnos semmi. Ugye, hogy eltűnnek ezek valahogy, vagy így nem is tudja az ember, hogy ezeket így hova teszi. Nem, Boros Lajosnak még biztos, hogy van. Ő szereti az ilyen mókás fejfedőket. Tapsoló sapka. Hát ne, igen. Ő szereti ezeket, igen. A másik meg, amit kaptam, kézzétek el, egy dörmögő dömötör. Igen, de nekem egy picit kiesett a dolog, hát ugye az utóbbi 25 évben már nem olvastam annyit, ugye előszeretettel, de hát a filmbe ajánlották, mert hogy Dörmi és Dorka, akik világa mennek rendszeresen, most éppen a Tatai várat látogatták meg, tehát biztos ez a kapcsolat köztem meg a Dörmögő Dömötör között, de ezeket azt is te utáltam mindig. Azt a Dörmögő Dömötör, a Buccó Szeti Tacsi, ezeket a képregényszerű dolgokat nem szerettem. Várjál, azért... A Dörmögő Dömötör, tudom, az ilyen feladat könyv volt. Igen, nem szerettem azt. A kulturális vonalon azért az többet adott a Dörmögő Dömötör, mint ahogy most is. Ezért nem szerettem. A Buccó Szeti Tacsi az egy ilyen klasszik képregény füzet volt, nem? Mint amilyen a Kockás is, meg... Az rendes képregény volt, ez a Bobó és Góliát, Buccó Szeti Tacsi, tudod, ezek voltak. Fú, de nagyon nem szerettem. Placid és Múzó. Igen, a Dörmögő Dömötör, tudom, feladatokat kellett megoldanod. Igen, azért ott okosodtak a gyerekek, meg okosodnak szerintem mind a mai napig. Hát nem, de hát meglepődtem volna. De mindegy. Aztán lehet, hogy azért küldik, mert azt gondolják, hogy még pont ezen a szinten tudod. Vagyok. Igen, ebből kell tanulni. De cuki, köszönöm szépen őket. Na egyébként az ilyen gyerekes foglalkoztatók meg rajz, meg tegnap belefutottam, nem tudom, ismeritek-e, Dóra a felfedező kalandjait. Ez inkább mondjuk Balázsnak szól, mert úgy korban a Beni ott lehet. Ja, azt hittem, hogy nem valami felnőtt tartalom, mondom, na már keresek is Dórára. Dóra kalandjait megnézik. Valami alibi műsor, valamelyik kereskedelmi tévé. Nem, ez egy rajzfilm. Gyerekeknek rajzfilm, Dóra a felfedező, egyébként van benne néhány jó dolog is, csak tegnap az volt, hogy Dóra a mesevilágba került el, és megy a kis hátizsákjával, meg térképje van, és akkor azt meg tudod olvasni közben. Van egy csomó feladat, Dóra megy a mesevilágba került el. És egy csatornaépítés mellett elmegy, és a munkások a lapátra támaszkodva. Dorci, gyere ide! És föl kellett ismerni a különböző meséket, tehát hogy amikor hét törpe állt, akkor vajon ki a csaj, ugye ezeket kellett megfejteni, és amikor mi Amerikából veszünk át, mert szerintem ez amcsi a rajzfilm, akkor azt nem értem, hogy mi lehet a nehéz a fordítás közben a magyarítás, mert hogy elérkezett az a pillanat, amikor elért az égigérő passzújhoz, amit fölismert, hogy égigérő passzúj, ami mászott le a kis csávó, akire azt mondta, hogy itt van Jack. És lemászott a borson. Hát a borson, igen. De hogy az Babszem Jankó szegény. Érted? Babszem Jankó, hogy aki fordítja, annak nem jut eszébe? Hogy Magyarországon szerintem ember nincs, aki úgy ismerné ezt a figurát, hogy Jack. De az amcsik nyilván így hívják, ott is megvan ez a mese. Mászik le a passzújról a kisrác, előtte föl, jön az óriás, aranytojás, meg mit tél, a sztori. Sárkány, mit sárkány. A sztori ugyanaz. És akkor mondja, hogy Jack. És volt még benne három ilyen, amire így azt gondolom, hogy a gondosság az azt hozza, hogy ahogy írod a magyar szöveget, nézed a rajzfilmet, vagy nem tudom, megkapják-e a fordítók a szöveget, vagy nézed a rajzfilmet, hogy nem kell beleírni, hogy Babszem Jankó, vagy Google, annyira ez nem... Google Translate. Ki lehet? Tudod, beírta, Jack. Nyomott egy enter. Jack. És az jött ki, hogy Jack. Hát akkor ezt nincs magyar megfelelője. Akkor azt ne szeressük ezt a mesét, ne töltsem le Verinek, vagy nem jó? De egyébként jó, mert egy kicsit így tanít, bár meg angolul tanít. Melyik a lánya törpék között, Szendez. Meg angolul is tanít egy picit, szörnyű angolsággal, én mondom ezt én, aki nem beszélek, de azért így hallani hallom. Magyarul beszél, és akkor néha mondjuk együtt azt, hogy mit tudom én, és akkor megtanulsz egy angol szót, tehát tök jó. Aha. Nem is a gyerekek nézték, hanem én most már megvallom.
Igen, a tetejesztés az oké. Okay. És szavak mondják, mit jelenthetnek? Mondjátok mindjárt utána a fuck off hókuszpók. De ki az a hókuszpók? és mondom, tegnap ilyen mesevilágban kalózott, és azon gondolkodtam, hogy a fordító egy kicsit, ha igényes lenne, akkor azért nem, Babszem Jankót írnám. Az nem annyira szimpi. Igen. Na igen. Van magyar megfelelője, miért nem? Nem akarta. Amik én a bennek úgy mesem, egy János Vitéz mászik föl a vizére. Mert kettőt összevonsz. Nálunk kicsit képzavar van, de ő ezt nagyon szereti. Egyszer azt mondom, hogy elkérdezte, hogy ki mászik föl a rapasztújra. Mondom, János Vitéz. És azóta bárki mesél, úgy kell elmondani neki, hogy János Vitéz mászik föl. Egy picit zavanzás ízol. Én több mesét vonok össze, igen. Vannak ezek a rövidített klasszikus Raiders Digest-nál, azok is nagyon jók egyébként, amikor azt látod, hogy háború és béke, ami egyébként érted ekkora, tudod, hogy fél méter a két kötet, az megvan egy ilyen, hogy hívják, 150 oldalon. Benne van a sztori, a lényeg benne van. Zanza. Igen, kicsit zanzás. És ha valaki zanzás, mondjuk azt mondta, hogy de Benny Babszem Jankó, tehát hogy nem, ő nem hagyja, nem. Tudod, ha a gyereke megszokja, hogy János Vitéz, és neki így néz rá, úr, de fura család, tudod. És mászik föl a fára, de hogy ez így? És a patakban mosta a hónalját hófehérke. Igen. Nem, a lábát és illus... Nem, a hónalját, hófej. Az apám így mesélte, akkor az így vad. Nálunk kicsit teljes a képzavar, de nem baj, figyelj, földobjuk a meséket. Ezért 26-ot szóra tudod minden nap elmesélni ugyanazt, mert gyerek rákattan egy mesére, látok, most mi a menő? Kérlek szépen, Somina Scooby-Doo. Scooby-Doo, szereti? Scooby-Doo elvonhatatlan, hogyha Scooby-Doo van, tehát ha bárhol ráakad, akkor ez egy teljes őrület. Panyesz nem egy ilyen nagy mesefüggő, neki lehet még bármit mesélni. Mondjuk mi este mindig olvasunk, akkor meg van az Anna Peti Gergő. Az még mindig nekünk is, figyelj, nem, és nem tudnak lejönni róla, már hogy nem tud lejönni róla. Tehát úgy kell zárni, bármilyen mese van, magyar népmesék, stb. Mindig egy Anna Peti Gergő a végén. Azt rá kell olvasni, én már próbálom bővíteni, mert ugye az Anna Peti Gergő, ha valaki nem ismeri, egyébként egy aranyos sztori, egy családról szól, van három gyerek. De hogy van a maga a rajz, ami körülbelül a 90%-át kiteszi a lapnak, és kettő mondata oda vonatkozó mese. És már elkezdett belekölteni, tehát mégiscsak hosszabb legyen, kicsit fordulatosabb legyen a dolog. Igen, nem hagyja, mert tudja fejből, mert ugye megtanulják ezeket a meséket. Rálam nem szeretik szerencsére. Ja, és akkor legalább apa feje is dolgozik egy kicsit, hogy valami szaftos sztorit kikerekíts a 78-as troliból. Mert ilyenek vannak benne. Úgyhogy azt, tehát neki nincs ilyen, de a Scooby-Doo Sominál így beakadt, mert a szellemek szörnyek, és hogy apam, tudom, hogy minden szellem, a Scooby-Doo-nak mindig az a sztoria, hogyha elleplezi a csapat a szörnyet, akkor kiderül, hogy mindig egy ember van mögötte. Tehát ilyen saját maga nyugtatása is picit, hogy nincsenek szellemek, nincsenek zombik, meg mit tékik vannak benne. Tehogy nincsenek gyerekek, ne hallgassatok Feri bácsi. Az igazi zombi fad. Figyelj, és mit szokta belekölteni? 78-as troli, és akkor aznap már negyedszer rázta meg Hannát, utána Petit is, és végül Gergő. És végül egy idős néni le akart ugrani a rázott troll, de nem tudott, és ezért meghalt. Ezért tartós lett a lajjel a sírójában, aztán meg még átolták a kereszteződése. A többi utasnak kellett segítenie. Igen, ilyeneket. A valóság legyen benne aztán legalább. Aztán jöttek a gonosz ellenőrök. Igen, tudom, és minden este ugyanaz. Én már megpróbáltam róla lebeszélni, de nem. Tehát nekünk a záró akkor, tényleg. Ilyen mese, olyan mese, innen, onnan, fejből, stb. De azért egy a Családi Fészek című könyvből akkor el kell mesélni a Költözünk, meg a Maci papa, meg a Kiér, vagyok az első. Figyelj, 10 mese címét tudom fejből. Látod? Egyébként igen. Ezeket nem szokták lezárni, ezeket a történeteket? Nem, mert már vagy 10 kötet van, vagy 12 kötet úgy van. Kezdődik, aztán hogy Anna Peti Gergő megöregedett, meghalt. Itt a vége, fuss el. Itt a vége, fuss el. Na, aludjon, most leoltom, mert tudom, hogy a sötétet nem szeretett, becsukom az ajtót is, és valószínű, hogy anyáddal el is megyünk. Aludjon. És csak mondom, nem például az anyagnak a hőtágulása, mert recseg a szekrélye, hanem mert ott van a mumus. Na, jó észre. Vigyázz magadra, aludjon. Szóval hát sajnos ezek hozzá tartoznak. Szóval ember legyen a talpán, aki azt mondja, hogy nem, én 50 egyszerre is szeretem elolvasni. Nem? Nem, biztos, nem. Minden este úgy megyek be, hogy hát, ha most nem kéri. Hát, ha ma nem. Hát, ha most nem. Kéne átvezetni? Mivel? Már sok mesét mutattam neki, de azzáró akkor kéne, nem ja, lehet. Nem mert én is mindig megkérdezem, hogy akkor mi legyen a négy rövid mesét kell olvasni, vagy két nagyot este, azzal, és akkor mindig földobom, hogy akkor fú, most választhattok, gyertek, menjünk oda a könyves polchoz, és akkor igen. Te most az a piros gerincű könyv, az nem érdekel. Anna Peti, igen, Anna Peti. Valamit meglátnak benne, igen. Változtatni kell tényleg a mesének a történetet. Egy pár év múlva nyugodtan mondhatjátok azt, hogy és Peti és Gergő, amikor nagy lett, rájött, hogy ott van Anna, és ők is ketten, Anna is egyedül, hogy ebből még bármi lehet.
Hát ha már idősödik, akkor hát nem. Kicsit variálunk majd a történetet. Egyébként igényli is a gyerek. Legalább mi szórakozzunk, jól. Hát, igen. Na jó van, hogy állunk játékkal? Mi a helyzet? 2-1-1-1? Nem, 1-1 van. Ja, 1-1, mert a vigyem. Igen, szerda van ma. Szerda van. 1-1. Szerda van 1-1, úgyhogy meglátjuk, hogy ki akar velünk játszani. Na, nézzünk egy-két SMS, mit írnak a hallgatóink. Életbevágóan fontos lenne, hogy játsszak a fekete-fehérben. Te jó Isten, miért lehet valakinek életbevágóan fontos? Biztos hát, el akar mondani valamit. Igen? Még megkérni a barátnője kezét, bocsátot kérni az anyukájától. Ilyenek. Igen. Aja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 j
6-10-re érkezik a Balázs Márággal, a Lépnégetnél bevágódott elém egy fekete autó, mondom, gyorsítok, megnézem, hát tényleg a Bali nem kapkodt el. Nem volt. Fekete autóval jöttél? Nem. Egyébként, ja. És nem is 6 óra 10 volt, de minden más. Lemosatlan az az autó. Minden más, mert 6 óra 10-kor már rég megszólaltunk, tehát 6 óra, 6 óra 3, 6 óra 4 körül voltam én. Voltam arra felem. Mondd el, hogy áll Federer, illetve az elődöntőben Djokovic Nadal meccsen kijut tovább. Nadal Roger döntőt érzek, szerinted van realitása? Hogy áll Federer? 2-2. Már hogy ez első szettet elbukta. Nincs realitása a Nadal Roger döntőnek? Nincs. Akkor ezek szerint ők nem egy ágon vannak. Nyilván nem lehetek egy ágon. Djokó biztos, hogy ott lesz. Igen? Aha. Megteszed majd tétjeidet? Meg hát, én már most rakok egy valamit. Na várjuk meg még, hogy mi lesz. Ja, vagy hát, hogy kivel játszik, de most egy Nadal Djokót is megteszem, de azért nézzük meg. Én szerintem a Nadal még nem játszik döntőt. Tehát, hogy én azon meglepődnék. Nem tudom, milyen a sorsolása, de szerintem ő még nem. Ő még való elhasal. Nem elég okos még az ütője. Még nem elég okos az ütője, ő is hosszú sérülés, vakbőr műtött, szerintem ő döntőig nem jut, ha csak nem valami nagyon jó sorsolása van. Nem tudom, kik vannak az ágán a fiatalok közül. Tehát, hogy azt nem vágom a sorsolást, sose tudom egyébként. Taróci. Igen, Temesvári, Taróci, Ivál Endrő, Borg és igen, és Villander. Na jól van. Játszunk akkor, jó a hírek után, lehet jelentkezni játékra. Ha valaki szeretne velünk játszani, írjon nekünk SMS-t, mi pedig jövünk Ákos hírei után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. A Klassz FM-en. 6 óra múlt, pontosan 50 perccel, szép reggelt. Kívánunk mindenkinek. Hello. Beleléptem a fülesembe, gyerekek. Hello, hello. Jobb, mint másba léptél volna. Na várjatok, mert most már más is, most már nálam is szakadozik. Ne ütögessétek ezt a pultot, én is elkezdtem elszakadozni. Külön asztalon vagy pedig? Igen, én azért szakadtam, mert beleléptem egyébként itt kicsit. Na gyerekek, jóval Rozsé visszajött. Szóval tudom, hogy izgultatok, tudom, hogy láttam, te is idegesen járkálsz, Jani, ott láttam, hogy ránézel a képernyőn, arrébb mész, visszajössz kicsit, kimész, elmosol egy bögrét, visszajössz, de megnyugtatok mindenkit, mindenki nyugodjon le a csodába. Roger visszajött. Roger visszajött. 6-3-ra hozta a második szettet, Borelli ellen, tehát indul minden előről, és ezért szép játék a tenisz, mert 4 órát töltesz a pályán, mutasd még egy ilyen sportot, és utána még nem dölt el semmi. Nagyon jó, most szerintem nagyon sokan kiengedték a levegőt a tüdejükből, ami beszorul. Hidd el, Rogerért aggódnak sokan, akik úton vannak, és nem tudják nézni, mondom, hogy 3-6-ra, illetve pontosabban 6-3-ra Roger behúzta a második szettet. Borelli. Szívhatják a fogukat azért digó rajongók, mint amilyen a Feri. Azaz. Nagy baj lesz itt a Djokónak, meg a Nadának. Csúnya vége lesz majd itten. Na, kellett ez a második szett. De innen kézzel elindul, bedarálja. Vége van. Bizony. Csúnya végük lesz. 3-6-6-3. Egy-egy van. Azért jó, tényleg, ha 5 szettet játszanak, mint a Grand Slam-en, ott ugye mondjuk játszol 4 órát, és semmi nem dölt el. És jön az 5. szett, ahol ugyanolyan két értékű ellenfél áll egymásra szemben. Azért 4 óra után ritkán van olyan sport, ahol nem dől el a dolog. Aha, na tudom, én nem szeretem a teniszt. És 4 óra után tulajdonképpen két nyert szettnél, egy Grand Slam-en jön az 5. döntő szett. És ugyanott vagytok, hogy semmit, nulláról kezditek 4 óra után. Ez iszonyatos. Látod az érdeklődést a kisfiú arcának, egy krokodilban üldögél egy szafari kalapban? De valami labdaszedő vagy vonalbíró, nem tudom. Hát ez csak egy lassítás volt. Na, játszunk, nézzük meg, hogy ki a játékosunk, jó? Ha minden igaz, akkor már itt is van, és már is játszunk vele. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggel! Sziasztok! Hello! Szia! Ki vagy? Nézem. Vivi, hello Vivi! Igen, sziasztok! Vivi, honnan hívtál minket? Cegléd. Ceglédről? Mit csinálsz ott Cegléden, Vivi? Hát most éppen a reggeli készülődésnél tartok, amúgy grafikus vagyok. Na, az nagyon, 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 miket nagyon jó. Miket rajzolsz?
amúgy minden, de a grafikus az nem erről szó, kicsit más. Leginkább ilyen, hát mindenféle arculat, logó tervezés, plakátok, névjegykártya, minden. És már főleg számítógépen valószínűleg. Ugye? Hát igen. Nem kapsz egy ilyen állulás, nagy szép fehér papírt, meg oda egy grafitszerúzát kihegyezve. Kihegyezgeted őket aztán. Persze. Simán. Van még egyetlen ilyen munkafolyamat? Tehát, hogy van amikor olyan megrendelés kapsz, amikor ezeket jó. A... Mi van? Ja, bocsánat. Brékelt Féderre. Elnézést, Féderre brékelte Bolellit, és bocsánat. Vivi, mi dumáljunk. Ezeket a hagyományos munkafolyamatokat még használja, alkalmazza egy grafikus manapság? Mire gondolsz? Most az előbb mondtam el, elnézést, én nem akartam beleszólni, csak használsz ceruzát, Vivi, aztán játszhatsz. Bocs, hogy érdekel a szakmád. Ceruzát, hát biztos használsz ceruzát. Ceruzával itthon rajzolgató, festegetek, mindent csinálok, ott a munkahelyem pedig a gép. Na, jó van, oké. Jó van, kivel szeretné játszani? Balázsa. Nincs nekem elég bajom, Roger elveszti az első szettet, hát nincs ezzel elég, nincs ezzel elég baj. Jó, játszunk, jó, persze, figyelek azért, én abszolút, csak itt közben megy a tenisz, mehetünk? Kikapcsoljam magam? Ne. Jani? Hogy menjem? 3, 2, 1, fire! Már el is indultunk, itt vagyok, figyelek, szoktál teniszt nézni? Mit csinálni? Tenisz nézni. Szereted a teniszt? Ismered? Dehogy. Nézed? Hallgatod? Na, figyelj, nekem kérdésem van. Sportolsz valamit? De most én kérdezek, figyelj? Hagyj kérdezek előbb, figyelek. Sportolsz valamit? Szoktál? Kevésbé? Hát persze. Ritkán? Mit sportolsz? Persze. Mit csinálsz? Mindig. Mindig sportolsz? Mit csinálsz? Én mindent csinálok. Én mindent. Mondj egyet. Megkérdeztetek? Szeretnél? Persze. Kérdezel. Figyelek. Te figyelsz? Biztos? Biztos. Itt vagy? Persze, és te? Itt vagyok. Kérdezel? Vagy kérdezek én? Na, jó. Jön a kérdés végre? Mikor hozol a spirituális témát? Igazából arra vagyok kíváncsi, hogy az ilyen Illuminatiról mikor hozná. Mi a véleményed róluk? Mit gondolsz róluk? Ilyenek. Ezt most fejtsem ki? Hát, majd egy kevés erre az idő? Részben. Szereted ezt a témát? Olvasol sokat? És te? Én is. Te is? Oké. Okay. Lejár az idő, úgy hallom. Szepo! Jó, egyébként, ha nem Balázs kényszerített volna a passzivitásra, akkor most megint tettük volna, nem kaptad volna meg a pontot, de így, hogy Balázs mellett gyakorlatilag nem lehetett érvényesülni egyetlen... Figyelj, most erőszakkal mentem. Ez egy más játékstílus volt, de 3 év után tudtam, hogy másik... Én is próbáltam erőszakos. Jó, ja, én nagyon-nagyon szerettem. Itt két nagyon erős ellenfél volt. Ütöttük, vágtuk egymást, de senki nem bírta a másikkal. Abszolút megérdemeltem. Megvan az ajándékcsomag. Köszönöm. Nem, te sem hagytad, hogy elmondjam, én sem hagytam, hogy te elmondd. Tehát itt két év vakon vívó ember egymás felé csapkodott a kardjával. Nagyjából ez történt. Úgy, háttaláltatok. Igen, és háttaláltunk egymásnak. Igen. Mindenkinek csak kérdései voltak, válaszai nem. De én ezt nagyon-nagyon-nagyon szerettem. Ez egy más típusú játék volt. Féderre 2-0 vezet a második szedben, csak mondom. Vivikém, megvan az ajándékcsomag, és el is küldjük neked, jó? Hát köszönöm szépen, öröm volt veletek játszani. Aztán, hogy a kérdésedre válaszoljunk, néha talán foglalkozunk komolyabb témákkal is, akár még ez is belefér. Szoktunk azért néha ilyen dolgokról. A spirituális, beszélni. Akkor mi ketten kimegyünk, de szoktunk. Igen, ilyenkor a fiú kicsit alszanak, én egyedül maradok, de szoktunk ilyenekről nem, is beszélni. Nem, jó az ilyen, kell az emberiségnek. Jó az, persze, szeretünk mi sokféle témát. Vivi, küldjük az ajándékcsomagot, ügyes vagy, jó munkát köszönöm. Neked. Nektek. Ciao. Hello. Hello. A gyerekek. Hát 2-1 oda. 2-1 oda, pedig ez nagy csata volt. Vírtam. De ez most elment. Alakulnak az izgalmak. Értelmetlen egy perces, hiszem. De teljesen más volt, mint az elmúlt 3 évben. Az biztos. Újat mutattatok. Mondasz, hogy kevésbé? Talán? Igen. Na jó van. Oké. Látjátok? Nagyon jó. Ennyi. Roger, ha egyszer valaki fölhúzza az oroszlán bajszát, ha megrángatod, aha, akkor ott vége van. Nálad is így volt, hogy megrángatták, és ez a játék lett belőle. Gyerekek, már csak 2 hét és vége, tartsatok ki. Édes Istenem, kiköttettem a kábel tévét itt a stúdióban. Ne, akkor fejvom a Gyulát, hogy fejvom a Gyulát, hogy kössön. Nem tudom csinálni, elvitték a... És ott holnap bejönnék, és valahogy nem, a Eurosport nem lenne, tudod, és kiderülne, hogy lemondtátok az extra csomagot, és csak valamilyen minimál csomagban vagyunk. Akkor nézd a telefonodon. Igaz, hogy akkor van Eurosport streamen, meg van tenisz tévén. A következő beszélgetésre jönnék be. Zsűr, fia, egy olyan csatlakozd, amivel ki tudnánk tenni, de laptopra épp, nagyon bátom, hogy nem az a telefon, meg minden, meg nagyon igényes, de hogy ki tudnám tenni a laptopra. Igen, van valami olyan kábelünk, ami az iPhone-t kiteszi a tévére. 2 perc, pontosan 7 óra várunk friss közlekedési híreket, mi pedig jövünk.
jövünk, Ákos hírei után. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt 9 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek, jó reggelt! Feri, hello! Drága hallgatók, itt vagyunk, és kezdjük a szerda reggelt, illetve pontosabban már el is kezdtük, ugye 6 óra után, és aztán egy játékkal hallgatóink átvették a vezetést, és Vivi legyőzött minket, ugye? Semmi baj, hát van két gyönyörű nyerthetünk, ugye az év elején van egy 5-0-ás ebben, úgyhogy ez a 2-1 még annyira nem gázos. Nyomatékosan szeretném felhívni az összes hallgatónk figyelmét, hogy ne írjátok meg, hogy Roger Federer éppen mit csinál a pályán. Ennek nagyon egyszerű oka van. A Balázs, ugye Janit és engem nem nagyon érdekel, a Balázs megnézi a meccset. Ennyi. Jó, tehát tényleg, nagyon tényleg, aranyos vagy. Jó, jogos. Írja, hogy képzeld el már, ha itt látja, viszont van egy szakmai kérdés, ugye mostanában én szoktam kommentálni ezeket a mérkőzéseket. Én imádok, az egy alternatív kommentálás, igen. Azt gondolom, hogy majd csinálunk is egy hosszabb összefoglalót belőle, hogy mennyire okosakat tudok mondani, hogy és igaza van a hallgatónak, kapsz 15 pontot, ami már önmagában egy értelmetlen hülyeség, hiszen egy labdát ütöttél jó helyre, amit nem tudtak visszadni, tehát szerintem az 1-0, mindegy, de 15. Túl értékelt minden labda, ez azt jelenti. Ugye, mint hogy ez az egész. Utána megint kapsz 15 pontot, az 30. Uh-huh. És utána miért nem 15-öt ad 45? Miért 40? Miért 10 pont az? Hogy miért 15-30, aztán tehát utána miért... 15-30 és 45 kéne, hogy jöjjön, a egyszerű matematika. Hogy nehogy elbízd magad. Ja, hogy ott már nem biztos, hogy olyan jó, vagy 40. Nem tudom, ezt gondolom az lehet, hogy ugyan francia eredetű a dolog, aha, önmagában maga a tenisz, de ugye az angolok viszont nagyon hagyománykedvelőek, és lehet, hogy ők máshogy számolnak, tehát hogy nekik az úgy jön ki, nem tudom, hogy lábban, yardban, mit tudom, én nem tudom. 3x 15 az 40. Visszafogott aztán. Nem akartak sietni. Hát jó sportolok, nem matematikusok. Aha, vagy ott, hogy a 45 meg legyen, a 3x 15. De ott már nem is írnak 40, ott már AD-t írnak, vagy mi az? Na, az advantage, az előny. Tehát az AD. Nála van. Hát érdekes, na. Úgyhogy igaza van, a hallgató is ezen eltöprengett. Ez egy hagyomány, tehát általában a szerva is azért van 2, mert amikor, mit tudom én, az angolok ezt játszották a 16. században, akkor a király, vagy nem tudom, valaki biztos, kétszer akart szervány, mondta, hogy ő egyszerre nem üti át, akkor majd kétszer szervált. És akkor így lett 2 ezt. Próbálj meg még egyszer, felség. Az első se volt rossz, túl magas a háló, nem maga a béna. Természetesen megpróbálhatja. Igen, és akkor ugye igen, 2 szervált, és akkor 2 lett belőle tulajdonképpen, de hogy mondjuk egy 30 után miért 45 jön, ezt nem tudom, vagy miért 40 semmi, nem 45, hanem pont 40 semmi, ugye? Ezt így nem tudom. Aha. Gondolom, ez valamilyen fura hagyomány a franciáknál, vagy az angoloknál, ez így nincs meg. Ezt nem tudom. Igen, náluk vannak ilyenek, hogy ugye a 42.195 méter a maraton, és akkor azt mondják, hogy a 195 métert azért tették hozzá, mert pont az uralkodó pár szerette volna végignézni a maratonnak a befutóját, a palotának a teraszáról, de hogy az 42.195 méterre volt, és nem 42-re. És akkor hozzátették azt a 195-öt, hogy... Hát beteg. Akkor fussanak már odáig. Hogy a rajtot a rép tegyék? Egy 100... Angolok. Én tényleg csak a rajtot kellett volna a rép húzni egy kicsit. Ugye? És akkor ott egész petel, és akkor ott a cél. És ott van a befutó, igen. De hát egy picit ezt elmérték. Na nézzük az SMS-eket, mit írnak a hallgatóink. Győrtől esztergomig jóság van, nedves az út, akadály nincs, gimnazista küldte nekünk. Aztán a debreceni nagyállomáson valami nagyon zavarja a műsort, alig lehet hallani. Bihari Laller küldte nekünk. Szólunk a debreceni nagyállomáson? Ezek szerint néha tök kicsit jó. Rosszul, néha kicsit rosszabban, vagy jobban, de hogy legalább szólunk. Azt mondja, hogy jó reggelt, fiúk, Balázs, tegnap megnéztem, kiket követ a Morning Show az Instán, már elhiszem, hogy te teszed fel a képeket. Kit követünk? Hadd kérdezem már Rozsét. Mondja, tényleg mondjam, hogy kit követünk? Aha, Rozsét követjük, abban biztos vagyok. Ugye, ha te neked van Instád, akkor te közben tudsz követni. Én mondom, hogy kit követünk. Mi követjük. Ugye, hát követjük, van maga a Morning Show. Aha. Követjük az Ausztrál Open-t. Követjük az ATP World Tour-t, követjük Federert, és követjük Wawrinkát. Tök jó. Tehát hogy így állunk jelen pillanatban. Ennyit hozzápakoltál. És Wimbledon, persze, Wimbledont követjük, Wawrinkát követjük, Federert, az Australopent és az ATP World Tour-t. Ezeket követi a Morning Show. Tehát, hogyha minket követnek, akkor meg tudják nézni, hogy mi kit követünk ugye az Instán. A két svájcit, meg a Grand Slam tornákat. A Grand Slam, meg az ATP World Tournak a kis honlapját, ahol most ugye jönnek a képek az Australian Openről. Tehát ezek után
Ezek után nagyon nem lehet, nem lehet tagadni, igen. Egy roverbontó. Igen, egy használt alkatrész gyártott, igen. Zsámbékfele baj a Bajna és Szomor között két autó az árokban, az egyik a fejtetőn, úgyhogy mindenki vigyázzon. Gergő küldte nekünk, valamint a nulláson, a Dabasi leágazásnál három vesztegülő autó a kereszteződésben alakul a dugó. Lesz a Morning Show licitálásból valami, vagy már nem lesz Balázs hajszál felé fülpiszkáló pálcika, kérdezi egy hallgatónk. Lesz, ezen a héten vártunk egy kicsit, elindítjuk, összeszedjük a dolgokat, és megnézzük, hogy minél értelmetlenebb személyes dolgokra valójában így tényleg licitálnak-e emberek. Minél értékesebbeket próbálunk meg. Igen, egy félig elszívott cigarettacsík, egy kávéskanál is, egy fültisztító pálcika, vagy egy hajszál, vagy nem tudom mi lesz. Tehát ugye ezeket terveztük, és lesz. Látom, hogy lefagynak a licit oldalak ezekért a cuccokért. Igen, de nem felejtettük el, köszönjük szépen. Jó reggelt, fiúk, szeretném, ha beolvasnátok, hogy Zuglóban járkál egy pasi, aki BKK ellenőrnek mondja magát, és ingyen éves bérletet ígér annak fejébe, ha valaki megengedi, hogy megnyalja a cipője talpát. De jó. Nálam is volt bent a boltba, és szerintem őrült. Senki ne álljon vele szóba, veszélyes lehet, ha gondoljátok, hívjatok. Klaudia küldte nekünk. Na de várjál, miből gondolod, hogy őrült? Azért, mert meg akarja nyalni a cipőt talpát. Az azt mondja, hogy ha 10 cipőnyalásra valaki igen mond, akkor 10 éves bérlet van nála? Bizony. Hát, ez elég drága. Azért egy éves bérlet az 100 000 forint környékén van. Nem? Nem tudom pontosan mennyi. Most kövezzetek meg, érted, de ha erre tévedném, én felajánlanám neki. Nyaljad öreg, hol a bérlet? És ha azt mondaná, hogy ha megnyalod az övét, ő ad egy éves bérletet neked? Nem nagyon gondolkod. Na jó, egy kicsit. Na. Most csak levegőt kellett, nem gondolkodtam. Természetesen nem a válasz. De sajnálom, mert pillanatra úgy tűnt, elgondolkoztál volna. Ez milyen perverzió lehet? Ez nagyon perverz. Megnyalhatom a cipő talpát. Van ilyen, cipő fetisizmus? De hát, nem annyi minden. Nem, ez csak nem az utasok tisztelete. A BKK részéről lehet, hogy ez egy új szolgáltatás. Nem, ez a BKK tisztelete, hogy tiszta cipő talpa lép föl a járműre. Ja, tényleg lehet, hogy ez. Lehet. De hát nem tudom, minden esetre érdekes. Hát fia, látjátok, akkor szóljatok. Hát de úgy látszik, eddig még nem, senki nem élt a lehetőséggel. Pedig most ebben mi van? Megnyalja a cipőt, kapsz egy éves bérletet, azért ez nem egy rossz összeg. Hát, a fene se tudja. Oda jönne hozzám egy pali, hogy figyelj, mondjuk BKV-zik, és azt mondja, hogy figyelj, megnyaltom a cipődet, akkor adok egy éves BKV-letet, azért ugyan furán néznék rá, hogy ott érdel előttem nyalogatja a cipőmet, és akkor én ott közben előbb bányászta ott a kis éves bérletet, és odaadja, remélő készen, nem? Jársz, érted? Nekem megérné, hogy a bitörömére sorbaállást, meg a havonkét, jaj, mikor fog lejárni, nézegetem a bérletemet, stb. Egy évre meg lennék. Egy cipőnyalás. De egyébként persze, nyilván. Igen. Nem olyan rossz az. Júli is írja, hülye vagy, nyaljad csak, írja. Te is, Júli, simán egy éves bérletér, igen? Azonnal? De olyan, Júli beteg egyébként is. Kicsit igen, neked ez még egyébként tetszik. A személyigazolvány számomat is rányomja? Ja, hogy mert arra hát, rá kell nyomni. A bérlet rá kell, nem? Ja, hát igen, egyébként. És ott a helyszínen nyomják rá neked, amikor ha veszel? Amikor kiadják, igen. Tényleg? Már ilyen fejlett a BKK? Így van. Igen, hát a bérletszelvényed alapján kapod így meg. Így van. Hát az azonosítod magad, tehát csak úgy működik, hogyha ott van mellett a személyed. Azt is rá tudja valahogy nyomtatni? De igen. Miért kell, hogy ott legyen? Hát, hogy ne tudjam átruházni. Na de utána, ha én megyek, és engem ellenőriz egy ellenőr, és én fölmutatom az éves BKV bérletet, akkor ellenőrzi valaki a személyigazolványt. Nem nagyon szokták, hát akkor mi értelme van? Nagyon-nagyon ritkán nézik meg. Mert ugye ez akkor lenne jó, ha mutasd egyszer a két iratot, de most te veszel egyet, ráírod a személyigazolvány számlát, átadod nekem, én azzal utazom, és felmutatom, hogy éves bérletem van, senki nem ellenőrzi. Nem, ami mondjuk kicsit így, hogy hívják logikusan, meg kézenfekvőbb az, hogy ugye a bérletednek a számát írják rá, mert ugye személyt is lehet, meg a bérletnek a számát is. Ugye, és a bérletszám meg a bérlet ott van egymás mellett, tehát hogy az még úgy logikusnak tűnik, hogy ezt ott ellenőrzi, de személyigazolvány soha nem. Szóval akkor a cipőnyalónak van egy ilyen készüléke, nem? Amivel azonnal rá is nyomja. Vagy van egy haver, egy mobilpénztár. Szerintem nem minden kell a dolgot megközelíteni, az, hogy ő nem százas. Tehát egy mobilpénztár nem hiszem, hogy magával húz, és ott fogja maga után. Most mit, te is behoztad a bérletedet? Igen, mert nem tudtam, hogy a Zsül megmutatja. Így néz ki egy bérlet szelvény, gyerekek. Érdekes, mi? Fordítva tartod. Ja. Azt a mindenségét itt neki. Itt a személyigazolvány szám. És azt le kell neked diktálni. Aha. Nem, azt odaadod. Ja, odaadod, és azzal tudsz vásárolni. Aha, 9500 forint. Bizony. Az. Azért az gyerekek. Kömény. Azért az kömény. Hú, de prosztó, ez azért az kömény. Atya, úristen, igen. Viszont hosszú-hosszú kilométereket ugatozhatsz kényelmesen, biztonságosan, tiszta járatokon Budapesten.
Valamelyik tiszta. Ugye én nem tudom se cáfolni, se megerősíteni, nem is akarok ebből belemenni. Nagyon régen nem ültem már bele semmibe. A háromból egyet választhatsz. Szörnyű állapotok vannak egyébként? Valamikor igen. Tehát, hogy nekem sajnos elég sokszor voltam ráfutni erre, nem csukta be az ablakot a garázsban, és reggelre teleesett vízzel, ahhoz egyébként szövet kárpit, ami nagyon kényelmes, meg nagyon kellemes, sokkal jobb, mint régen. Annak idején voltak ezek a műanyag székek, meg ilyen rettenetes műbőr burkolatú autóbuszülések, de hát ezért reggel beleülni. Úgyhogy nekem az első mozdulatom mindig az, hogy csekkolom tenyérrel. Mielőtt leülnék. Szépen megfogom, vízes. Megnézed, letapogatod? Aha, igen. Hát igen. De mindig van nálam egy kis zacskó, hogy letegyem magam alá. Na, egy érdekes cikket láttunk az interneten tegnap, illetve pontosabban tegnap előtt. Nem tudom, láttátok-e azt a videót, ahol egy 36 éves férfi ül egy Lamborghini-ben, mama pedig okosan videózik. Megvan ez a videó? Ez egyébként Magyarországon történt. És egy Lamborghini luxus sportkocsit, hát nem is elképzelhetetlen, hogy mit csinálnak vele. Egyébként azt látod, hogy ül egy... Hát egy meglehetősen vastag alkarú ember, akinek az arcát nem látjuk, és vezet a Lamborghinivel, míg mint kiderült számomra a személyautó női tagja, mama, feleség, barátnő, nem tudom, szerető, pedig kamerázza a férfit, hogy milyen büszke arra, hogy 336 km/órára gyorsít fel az M7-esen. Döbbenet nézi a videót is, ugye, mivel tudod, hogy rossz a vége, így várod, hogy mikor történik valami. És... az utas vette mobiltelefonnal, ugye, a kilométer órát, 332.50, 210, 250, 303.30. 336 volt a vége, és hát ez egy gyönyörű, azt nem tudom mennyire, új, zöld színű Lamborghini. Vadi új volt. És ráadásul bérelt, azt hiszem, hogy Csehországban bérelt. Azért annak, igen, remélem, hogy behúzták, hogy legyen-e rajta biztosítás, hogy ne legyen biztosítás. És hát... döbbenetes, hogy ők ezt egyébként túlélték. Azt látjuk, hogy egyébként okuk nincs arra, hogy ők fékezzenek, hanem szerintem van egy úthiba, ami egész egyszerűen ezt a könnyű autót megdobja. És az utas az ugye még kiabál egyet, hogy jaj, és azt látod, hogy a vezető az elveszti az uralmát az autó felett, és utána már csak ilyen lassítva mutatják, hogy van egy ilyen ugrás, ugrat egyet a kocsi, és a következő pillanatban már a rendőrség képei kívül lőr, hogy a romok kra tört, rommá égett Lamborghinit hogy próbálják feltenni a trélerre, illetve a maradványait pontosabban. A felnikből lehet felismerni, hogy az valaha egy autó volt. Így, a rommá égett, először a baloldali, vagy a középső korlátnak csapódott neki, és onnan találta meg a gödröt. Érdekes módon az egy ilyen 336-os ütközésnél a sofőr kiszállt az autóból, tehát ő saját lábán. Azt nem is értem, hogy. Az kemény, és ugye a mellette ülő hölgy az, aki súlyosabban megsérült, őt kivette, és utána gyulladt ki a kocsi. Hát gyakorlatilag egy, mint amikor így a kukát a fiatalok meggyújtják. Ilyen műanyag tömeg volt, egy kupac volt. Amikor először láttam róla a képet, én el nem tudtam képzelni, hogy ez valaha egy autó volt. Hogy ebből valaki kiszállt, nem? És hogy ez valaha egy autó volt. Ők konkrétan újjászülettek mind a ketten, és nagyon-nagyon nagy szerencséjük van. Nekik szerintem most azért ez egy iszonyatos komoly iskola kell, hogy legyen már... Van hol visszazárkozniuk, mert azért nem épesző az ember, aki ilyet csinál. De hogy passzus, nekik ez egy olyan lehetőség, egy olyan, nem tudom ki a védanyaluk, de szeretnék tőle egy medált a nyakamban. Ilyenkor mi van? Ki fizet ilyenkor? Biztosító. De biztosító? Te kötöttél szerintem az autóra egy teljes körű biztosítást, akkor neked semmi. Nem gondolom, hogy van egy önrész, vagy valamennyi. Hát, és a 70 milliós kocsinál, ha csak 10% az önrész, az akkor is sok. Ugye itt ő volt a hibás, de szerintem ezekre a bérelt autókra olyan biztosítást kötnek, hogy az minden. Hogy nem adják csak úgy oda, igen. Hogy akkor most csak szélvédőkár, vagy esetleg igen. Felpattanó kőre kötünk csak, vagy mindenre. Tehát valószínűleg teljes körű horror áru biztosítás van. Nem? Nem azon, hogy vigye be a Sanyihoz, majd főpolírozzák. Na, igen. Ez a 70 milliós lombót. Kigletelik itt ott aztán. Itt konkrétan az autóból tényleg semmi nem maradt. Semmi nem maradt. De milyen érdekes, hogy a rendőrség már közzé teszi ezeket a fotókat, nem? Elrettentő szándékkal gondolom én, illetve pontosabban a videót. Nem is tudom, hogy tudták megmenteni a videót, de hogy maradt valami a felvevő eszközből. Ez a kérdésem, hogy ez kitette közzé. A rendőrség. Biztos? Igen, a rendőrség méghozzá azzal a szándékkal, én azt olvastam, hogy elrettentse azokat, akik szeretnének mondjuk Porsche-val, Lamborghinivel vagy egy sima autóval mondjuk száguldozni. Ez tavaly szeptemberben vagy októberben történt valamikor, és ők, hogy ezt most hozták nyilvánosságra.
tehát nyilván lezárult a vizsgálat, stb. És azt mondják, hogy na ezt akkor most megmutatjuk, hogy mit ne csinálj vezetés közben. Hát vagy nem, mert csak felszerették volna hívni a figyelmeket arra, hogy vagy figyelmét arra az autósoknak, meg az autópálya kezelőnek, hogy az úthibák milyen veszélyesek lehetnek, hogyha az egyébként törvénytisztelő állampolgárok arra haladnak a 70 milliós Lamborghini-jukkel alig 300-zal, hogy meg kéne csinálni ezeket az úthibákat. Na most a kérdésem az, hogy a hölgy, aki videózott, az ő telefonján van a videó, azt a rendőrség azt elkérte? Hát gondolom persze, megnézték, igen. 2,5 millióan látták már ezt a filmet. 2,5 millióan. Tehát tulajdonképpen tényleg futótűzként terjed, és mostanában posztolta ezt a rendőrség. Hát tehát kitették. Akkor nem is olyan rossz egyébként. Most 70 millió forintból a magyar közönségfilm nem nagyon készül, főleg olyan, amit 2,5 millióan néznek meg szerintem. Nem, már átvette a Top Gear egyébként, címlapon volt a Top Gear-en, a Yahoo-n isan, és... van egy autós társoldal, ahol közel már 700 ezren nézték meg egyébként. A rendőrség videóit eddig pár százan, esetleg néhány ezren szokták megnézni, és hát igen, a nem jutott messzire trafikrablós etüdre 537-en voltak kíváncsi. Csak na, ehhez képest 2,5 millióan megnézték a rendőrségi videót a Somogy megyei rendőrfőkapitányságtól, ahogy ők elszállnak ezzel a Lamborghinivel. Reklám volt már előtte? Hát erre már valami be lehet tenni. Hiszen akkor a Somogy megyei rendőrkapitányságnak ez egy komoly bevétel lehet, hát a YouTube az már fizet egy ekkora nézettség után, nem? Igen, hát lehet, hogy ez lesz az új Gangnam Style. 10 milliárdan töltötték, hát aztán lassan haladunk, de meg lesz. Mi a célja egy ilyen videónak, ha forgatsz egy ilyen videót? Na, tehát az, hogy menőző, megmutatod utána a haveroknak, valószínű, hogy ennyire infantilis és ennyire debil a dolog, hogy nézd meg, majd nem, mit tudom, 350-nel mentem az M7-esen. Meg, nem? Sőt, szerintem ezt föl is tette volna a rögzítője, a videó rögzítője, mit és saját Facebookra vagy internetre. Tehát nyilván azért csináltad, ott van, hogy 3:36, a Lambó ugye kiírja, és akkor ha ezt megúszszák, ezt a kalandot, nem itt végződik, ahogy végződött, akkor ő a saját Facebook oldalán ezt nyilván menőn fölrakta volna. Na, igen, hogy ennyivel igen, ment. Nem igen. Látszik az arca, nem tudod, hogy milyen autó, nem tudod beazonosítani. Aha. Hát csak itt van szerintem a kutyaelás valamit a fel is mondott, ugye, hogy ha megúszszák, mert azért van a dolognak egy olyan vetülete és egy szomorúbb része is, hogy hát nyilván kihívják a sorsot ezek az emberek azzal, hogy így mennek. De hogy hát ezeknek az autósoknak, motorosoknak egy része, főleg azt hiszem, hogy a motorosoknak már nem nagyon él, akik igen, ilyen videókat tesznek fel a magukról. Most az a kérdésem, azt az előbb már föltettem, hogy ha te rögzíted ezt, amikor megtörtént a baleset, te fölé lettél a műtéteid után, mert a nő ugye elég sősen. Igen, hogy jutott el ez a rendőrséghez? Oda megy a rendőrség, hogy azt mondja, jó napot kívánok. Wifi, van itt, wifi, hányan nézték meg? Gizike rögzítette maga, Hogy derül ki. Ezredes úr, igen. Nem adná ide nekünk, hogy csináljunk egy oktatót? Nem lehet, hogy ilyen komoly balesetnél bekérik a telefonokat, megnézik, hogy vezetette a telefonát, nézik a videót. Tehát lehet, hogy ennél azért már a rendőrség is okosabb, nem? Hogy ezt ilyenkor azért azt mondják, hogy hát akkor nézzük meg, hogy mégis mi történt, telefonálta valaki, tudom, cella információ, volt-e kezébe telefon. Szólt az utas, hogy rögzítettem, megmutatnám. Na. Ugye, hogy jó a kérdés? Szerintem inkább megbekérik ezeket a dolgokat. Nem tudom, hogy derül ki. Egyébként, valójában ez lett a címe tényleg a videónak, hogy Lamborghini, amiből Porsche lett. Csak ugye, hogy nem mint Porsche, hanem mint Porsche lett. Ugye? Tehát, hogy egy kis szójátékot is tett bele a rendőrség, egyébként egészen szellemes módon. Lamborghini, amiből Porsche lett. Tehát, hogy egy szénégett Lamborghini ugyanolyan, mint egy Porsche. Tehát, hogy ugyanazt a színvonalat képvisel, egy kicsit ez az üzenet a dolog, hogy ez félrecsúszott. Tehát, hát vagy megtalálták a telefont. Föltörzsömesről, megtaláltam a fekete dobozát. itt van a videó, nézzük meg, mi történt, igen. Na, amiről mi beszélni akarunk, hogy írjanak nekünk olyan hallgatóink, akik valaha valamilyen nagyon-nagyon drága dolgot tönkretettek, tehát elégették apa 500 000 forintos ingét vasalás közben, lejtették a nagyi minkorabeli vázáját, amiben még a nagypapa benne is volt, másfajta halmazállapotban, összetörtek már bérelt autót, luxusautót, Ferrarit, kezébe vetted a rokonnak a legújabb Rolexét, és kicsit irigykedve nézted, hogy hát miből szedhette ez össze, és véletlenül kiesett a kezedből, és ott álltál. Tehát drága dolgok összetörőire vagyunk mi kíváncsiak, amikor is teljesen véletlenül, nyilván nem biztos, hogy önszántadból lejtetted, összetörted, ráléptél, cipelted a plazma tévét, költöztetek.
oda lett tévé, egy mozdulattal. Tehát Hater hosszas nyüstölés után odaadta végre a család egyetlen és félreőrzött autóját, és te már az első próbakörön, már az a saroknál, már megtörtént. Igen, Fater szinte még a csatanást is hallotta, hogy kifordulsz a sarokról, és azonnal összetöröd. Tehát nem kell milliós nagyságrendű dolgokra gondolni, de ami egy-egy adott háztartásnak, egy-egy adott családnak mondjuk drága az ő pénztárcájukhoz érten. Mi lett a sorsa? Hogy próbáltátok pótolni? Lett-e hamis Rolex, hamis Mink korabeli váza, hamis porral, vagy odaáll az ember, és ilyenkor elmondja? Azért igen, meghallgatnám azt, amikor betelefonálsz a kölcsönzőbe, nem? Tehát így fölhívott, hogy... Jó napot kívánok, Kovács István vagyok. Lejárt az idő, 8 órára kellett volna visszahozni a Lamborghint. Hol van? Hát jelen pillanatban a Székesfehérvári kórházban. Most jöttem ki az intenzív osztályról. Jó, maga, igen, de jó, az autó? De hol van az autó? Az már nem jön, mert hogy már nincs belőle semmi. Szóval, hogy ezt azért így hogy jelented be? Itt van egy kellemetlen telefon is. Nem? A legnagyobb ilyen autótörős sztoriára emlékeztek? Tavaly vagy tavaly, pár évvel ezelőtt volt M7-es bevezető szakasz. Ott volt azt hiszem egy Porsche, meg egy, talán egy Ferrari, akik így... Ők versenyeztek. És mind a kettő, hello. Azt hiszem, ott ilyen 100 millió. Igen, és az volt az érdekes, hogy aztán a kontikárosok voltak, ők még azt mondták, hogy még az egyikben valami 20-30 millió forint KP is elég. Jó, de elég, igen. Ott még volt egy kisebb KP-s csomag is, meg ott valami fogadtak, meg versenyeztek, meg nem tudom, mit csináltak. Sok-sok évvel ezelőtt volt az, igen, és ott a Lamborghini is, meg a Porsche is. Igen, az egyik kigyulladt, a másik karambolózott, igen. Azok is bérelt autók voltak? Hát ők olyan autókereskedő, autóforgalmazó, behozott autók, autóeladásot, sok-sok meleg dolog történt, nem tudom a céget pontosan, de hogy igen. Azt képzeld, amikor mind a két autó mondjuk ugyanabból az autó kölcsönzőből van. És akkor az az első mondat, hogy elnézést, igen, hogy azt szeretném kérdezni, hogy mennyi is volt az ön részem a biztos? Itt az érdekes, hogy mész versenyt, nyomod neki, és látod, hogy a Józsi a Lamborghinivel fölkerülnek. Nézd, de hülye fölkerülnek, és a következő pillanatban te is pöröksz, tudod. És ott álltok ketten az égő autó mellett. Szóval az nagyon kemény baleset volt. Na, szóval, hogy ki mit tört már össze, ami drága volt. Jó, várjuk az SMS-eket, SMS számunk 06-745-00-00, jövünk Ákos írei után. Morning Show. Klassz FM-en. 7 óra múlt, pontosan 40 perccel. Szép reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk, és arról beszélgetünk, hogy a rendőrség ugye közzétett egy videót, amelyben ugye látható, hogy egy 36 éves férfi 336 km/h sebességgel egy masszív száguldozás után rommá tör egy Lamborghinit. És... hát a videó magában szörnyű, nyilván talán, én nem hiszem, hogy elrettenti azokat, akik száguldozni akarnak, nem hiszem, de megnézve döbbenet, hogy ebből ki tudott szállni ő is, meg az anyós oldalról és az a hölgy, aki egyébként ezt vidáman videózta. Ugye a nagy kárt már az utolsó fotókra a tűz maga okozta, hogy elégett az autó, de hát ha 300-zal karambolozol, lesodorozol, akkor is összetörik. Igen, 80 méteren keresztül bontotta föl a szalagkorlátot állítólag. És arról beszélgetünk, hogy ki milyen drága dolgot tört már össze, nyilván nem 40-50 millió forintos összegről beszélünk, de hát mindenkinek a saját pénztárcájához mérten, ugye vannak drága dolgok, egy-egy születésnapkor, családi összejövetelkor, költözéskor, vagy éppen valamilyen ajándékba kapott tárgyként, ugye az ember megkap, és hirtelen annyira örül, hogy lejti, eldobja, vagy kölcsönkér autót, órát, inget, bármit, amivel villogni akar. És nem tudja már olyan állapotban visszaadni, mint ahogy kapta. Bizonyám, így van, így van. Van egy hallgatónk, halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello, Gergő, te mit törtél össze, ami drága volt, vagy ami nektek drága volt? Hát ami lehet másnak nem, de nekem baromi drága volt, nekem sikerült 5 üveg Dom Perignont összetörnöm. Hát ez körülbelül 100 000 forint egy üveg, 80-100 000 forint egy üveg. Nem, ez a 07-es vintás, 2004-es, ez 53 ezer forint. 53 ezer. Hát az sem gyenge. Mi történt, hogy hogy csináltad? Hát pakoltam össze a cuccot, amit szállítottunk ki a délután folyamán, és ezt géppel akartam lefóliázni rakapon, és sajnos úgy gondoltam magát, hogy ez le fog onnan szédülni. És mivel leszédült, és a kartonban 6 üveg van, ebből 5 össze is törött. És akkor ezt neked ki kellett fizetni? Hát a felét, igen. A felét, aha. Milyen volt, amikor láttad, hogy azért így hirtelen 4 millió így elúszni látszik? Azért inkább az... megittam volna. Próbáltam keresni valakit, akit hívásra tudok tenni, és nem kell kifizetnem, de ez nem sikerült sajnos. Próbáltad volna valakire rákenni, mi? Hogy meglökött? Igen. Aha. Igen. És ki is kellett fizetni a felét? Ki. Úgyhogy ez jó kis érvágás volt, amikor hazamentem a kisgyerekhez, meg a feleséghez, hogy hát figyeljetek ide, egy kicsit kevesebb fizetés fog jönni a jövő hónapban. Papa bulizott. Igen. Papa pesgőt bontott. Papa partizott egy kicsit. Egyébként már ott volt kifolyva a földön, megkóstoltad legalább?
Vagy, persze, szóltam a srácoknak, hogy gyertek, van egy kis ingyen piac szívó. Valami legyen bele, tehát fogjunk egy szívacsot, fogjuk össze egyébként, igen. Persze, rögtön a rádió hangosabbra, aztán bulizunk legalább akkor egy jót ilyen. Úgyis jó megy, akkor már, akkor csináljunk is valamit. Ez kemény. Na jó, Gergő, köszi, hogy elmondta, ciao. Köszi, hello, hello, hello. Itt van velünk Gábor, hello Gábor, jó reggel. Sziasztok, hello. Na, te mit törtél össze, vagy az ismerőseid mit törtek össze? Hát nekem volt egy hölgy ismerősöm, hát évekig spórolt egy új autóra, és bement a kereskedésbe, megvette az autót, annyi történt, hogy kifordult a kereskedésből, 18 métert ment az autóba, autóval kifordult egy teherautó elé, aki telibe verte. Szegény. Atya Isten. 18 méter volt az autóba, totál káros lett az egész. Szegény. Atya Isten, milyen autó volt? Ez egy Peugeot 206 CC. Egy Peugeot 206 CC, az egy tipikus csajos autó egyébként. Igen, de ha gyűjtögetett rá évekig, vagy készült, hogy megveszi? És ő, volt, ő volt a hibás? Így van, ő volt a hibás, kifordult az autó elé, nem figyelt. Annyira örült neki, hogy semmire nem figyelt, de kifordult, jött a teherautó telibe. Jó, de Atya Isten. Iszonyat eufória, aztán 14 méter múlva meg az iszonyat a sok. Igen. Igen. Mit csinál, vezet még egyébként? Vagy azóta van másik autója? Hát van neki másik autója, de nem igazán az a kategória. Aha, aha. Tehát ez egy nagy álom volt, összegyűjtötte, megvette magának, kigurult, és ilyen azért egy ilyen 206-os kis coupé Peugeot azért az, igen. Biztos hosszabb tárban a tervezett, mint a 18 méter. Igen, mutatós volt egy ideig. Aha. Hogy volt utána, ti tartjátok a kapcsolatot, hogy beszéltetek utána? Beszéltünk, hát igazából visszament a kereskedésbe sírva, hogy most mi legyen, meg hogy legyen. Aztán már megpróbált alkudozni, hogy kér egy másikat, vagy hogy? Másik színben. Mégsem tetszik a fekete. Szegény. Tehát mondták neki, hogy hát sajnos ez nem így működik, és még ráadásul a kamionnak a kárát is neki kellett megtérítenie. Atya Isten, hát ha ilyen jó volt a hibás, akkor igen, 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 igen. Hogy volt neki. Ez kemény. Igen. Gábor, köszi, hogy elmondtad. Ciao. Nagyon szívesen. Sziasztok. Hello, hello. Gyerekek, egy vadonatúj autó, szalon szagúan, új szagúan, kigurulva, 18 méter után összetörni. Ennyi CC Peugeot 206, ez 3-4-5 millió forint újonnan. Hát minden. De ha 2 millió, akkor is. Tehát, hogy igen. Akkor is. És az életed álma volt ráadásul, gyűjtöd a lóvét rá, kiperkálod, és 18 gyönyörű métered van. Hát mennyit mentél vele ide? 18 méter. De az nagyon szép volt. Igen. Szerint. Fél éve hirdettük eladásra a gyerekek kinőtt csúszdás ágyát, végre megjött megnézni egy érdeklődő, a gyerek könyörgésére engedélyeztünk még egy utolsó csúszást, persze akkor törte le a gyerek a leesés gátoló korlátot, a biznisz ugrott, a gyerek azóta is azon alszik, lefűrészeltük a lábát, mármint nem a gyereknek. Viri küldte nekünk. Céges traktor plusz permetező tele szerrel, kb. 300 liter, 3 méter mély árokba borította bele a kollégám. Gyuszi, és egy ilyen céges traktor, ezek ilyen 45, ha egy komolyabb traktor, ez ilyen 40-50 millió, nem? Az hihetetlenül drágák ezek a munkaképek. Igen. Az én testvérem először kapta meg a féltve őrző Zsigulit. Kitolatott a garázsból, majd felhívta apukánkat, hogy valamilyen alkatrész leesett. Kiderült, hogy az egész lökhárítót letolatta. Leesett valami apuka, nem tudom, mi történt. Atya Isten, az Isten, is nagyon szép. Igen, az apától elkért autót tönkretenni, az nagyon szép. Hát figyelj, amikor én megszereztem a jogosítványt, 17 éves voltam, és akkor sokáig csak úgy vezethettem, hogy a faterral. És egyszer elérkezett a pillanat, hogy elmenjünk Gyulára, vagy Békés Csabára, mert nem emlékszem, szórakozni. És elkértem a kocsit, de úgyhogy hetekig készültem rá, hogy most már biztos ide adja egyedül, ez 2 év elmúlt, és akkor elindultunk, a srácokkal beültünk, szürke 1-2-es Lada, ilyen, érted, az első kanyarig jutottunk el, ahol én éreztem, mert tanultam valahol, hogy motorfékkel jó fékezni, és akkor már ki tudott húzatni a kanyarból, és akkor 4-esből visszatettem 1-esbe. 4-esből 1-esbe? Nem is tudom, hogy vette be egyébként. De azt mert 3-asba akartad, vagy hogy gondolom, 4-esből vissza 3-asba, de csak annyira izgultam, hogy magam felé elhúztam. És engedte az 1-est? És valahogy sikerült beerőszakolnom, arra emlékszem, hogy bitang nehéz volt 1-esbe tenni, de Feri megoldotta, Feriket. Igen, mert az ott azért az, ami X-sebesség után 1-essel ott már erőltetni kell. Nagyon komolyan, azon fölengedtem a kuplungot, hát gyakorlatilag a kuplungtárcsa szállt szét, azt amit minden, azt minden szétszedett. Minden szétszedett, megálltunk, fatert fölhívtam, mondtam, hogy hívtam, nem volt még akkor mobiltelefonunk, hazamentem, és mondtam, hogy
Ott áll kint a kocsi. Sok sikert. Igen. Ez mondjuk majdnem egy kilométert mentünk, tehát a 18. Tehát egész sokáig jutottál. Egész sokáig jutottál. Itt a kulcs, többet nem kérem el. Igen. Gyerekkorom a haverokkal hülyeskedtünk, amikor is az egyikük véletlenül lendületből ráült apám 50 éves Gibson gitárjára. Elég komoly beszélgetés volt. Gábor küldte nekünk. Aztán anyum egyhetes vadonatúj dévó kalosszát törtem össze, mert megláttam az utcán a haverom, és elkezdtem neki boldogan integetni, hogy észrevegyem az új kocsiban engem. Közben belementem egy másikba, írja egy hallgató. Az egyik közel ismerős, legbecsesebb második... mi az, hogy második első világháborús puskájának, nem tudom, mindegy. Első világháborús puskájának a csöve szó szerint a felénél lefittyent, a kakas háromba tört, eltusoltuk. Mai napig nem tudják, hogy mi voltunk. Így egy hallgató. Aztán apuson feleségem gyémántos óráját tüzelte el véletlenül, amit a 40-re kapott tőlem. Gondolom kevés volt a szén. Belerakta, vagy hogy? Gyémántos órát bedobott a tűzre, nem vette észre, vagy ez hogy van? De mi, föl be akarsz fűteni, akkor elkezdett pakolni a szenet vagy a fát, és ott van közte, ott tartja a gyémántos papa órát. Eldugta, papa eldugta a szén közé, azt úgy lopják el, igen. Jönnek a érzék, a betörők, szenet nem viszik, ide teszem alá. Igen. Bátyámmal 20 évvel ezelőtt felgyújtottunk véletlenül egy 15 millió forint értékű telket, apuék nagyon mérgesek voltak, írja egy hallgató. Kanadában házigazda fél éves kölcsönkvaddjával belehajtottunk a kétfokos hegyi folyóba. Totál kár, de nekünk is necces volt az úszás, Jánbor Jack küldte nekünk. Hát azért egy kölcsönkvaddal azért az is nagyon kemény. Az is nagyon kemény. Az is nagyon kemény. Gitárt én is törtem, képzeljétek el. Az úgy törögetnek azok a gitárok, azért igen. Itt az előbb ugye a Gibsonosra reagálva SMS, egy 50 éves Gibson, ha az tényleg jó állapotban van, az közel 1 millió forint, vagy még lehet, hogy több is, ugye típusa válogatja, és ezt ugye eltörték, hát nekem nem volt ilyen drága hangszerem, nagyon gyűjtöttem, egy Aria Pro 2-est vettem meg, gyönyörű bordó, hülye gyerek próbára megy, az voltam én, kocsi hátsó részébe betettem az erősítőt, így felállítva, és elé a gitárt. A bal kanyarig bírta, az erősítő, és így. Ez akkor volt, mikor egyesbe tetted a egyesbe, nem, tetted, azt hittem, mikor egyesbe volt, a egyesbe rakod a kocsit. Ez egy későbbi sztori. És a nyaka így. Az. Vége is az volt, nem? Persze, semmi azon, nem is tudták aztán csinálni a nyakcserével, de kiszállsz a próbán, dögösen bevakítasz, hogy itt az új hangszer, igen, srácok, mert egy ilyen börtokban volt csak. Egyik kezedben az egyik fele, a másikban a másik. Megjött. Ez a metál. Azért egy ilyen Gibsonnál, most képzeld el, hogy ott a fater azért nem tudja őszintén mondani, hogy na mindegy. Jó van, gyerekek, se baj. Spongyátra, itt van, pár folyat, egyetek egy fajnyit. Nem rohadjatok. 7200 darab tojás egy fékezéssel 200 000 ugrott, illetve én egy hallgatunk biztosítónál dolgoztam, láttam 10 évvel ezelőtti SLK Mercit 27 kilométerrel totálkárral. Hát jött egy körforgalom. Hát akkor hogy a pályát, hát nem ott volt egy körforgalom. SLK Merci, igen, az egy csaj lehetett, az a kis SLK, az inkább lányok szokták vezetni. 27 kilométerrel azért így a csajodnak veszel egy kocsit, és azonnal tönkre vágja, nem? Apu, köszönöm, hogy drágám, köszönöm az autót. Félép keresgélés után megvettem azt a Renault Clio-t, amire igazán vágytam, részletre sikerült megvennem, 2 hét után totálkára törtem, mert még az első havi részletet se fizettem be. Aztán egyben kifizettem a bankot, az autó még mindig megvan, totálkárosan az udvaron. Szép napot, Sunyi. Minek őrizgeted? Hát, ha Máté. Ilyet. Igaz, ki van fizetve? Azt a mindenit. Haj. Én nem összetörtem, hanem a nagyapám tenyészbak nyulát vágtam le tévedésből. Ancsa küldte nekünk, ez durva? Hát ez durva, kár a tenyészbak nyulat, ha levágod? Hát, nem tudom. Enyhén szólva, tehát hogy ott valószínűleg egy nagyon jó vérvonal lehet, egy gyönyörű szép, iszonyatosan jó genetikával, és akkor tudod... Milyen ez a nyúl pörkölt? Ezt itt fokhagyma kellett volna vele. Melyik nyulat vágtad le? Hogy miből van? Azt az öreget. Te hülye, az a tenyész nyúl volt. Elvittem bulizni apám félmilliós Patek Philippe óráját. Reggel, amikor hazértem, ketté volt törve a hátlap. Oh. Inkább eldugtam, de legalább nagy buli volt. Az biztos. De félmilliós Patek Philippe az még egy egészen olcsó Patek Philippe. Azért annál csak szinte drágább patekok vannak. Az még egy egészen jó áru. Azért kerül ennyiben, ne törik a hátlapja. Látod, mert most félmilliós. Húsnak híg a lenne. Igen, olcsó. Na de még ha becsajosztottál vele, de hát egyébként, ha senki nem vette észre, hogy mi van rajtad, és senki nem értékelte. Anyukám aranygyűrűjét lehúztam a WC-ben, 20. házassági évfordulóra kaptam apuntól, ezt Csilla küldte nekünk. Azért az is kemény, akkor nincs, hogy azt nem találod meg, ez vége, nem? Ez lemegy csatorna, semmit nem tudsz csinálni. Semmi. Rohadsz végig, nézett a csatorna, és valahol föltöröd, és megpróbáld megállítani.
Mondjad, ráadásul? Hát az ráadásul ugye nem is csak az értéke, mert most egy aranygyűrű, mint én 80 ezer forint szám, hanem ugye, hogy az édesanyád viselte. Uh-huh. Apád odaadta neked, már hogy 20 éves házassági évfordulód van, és akkor te pedig a kolotyeszen megúsztatod. Az kemény. Azt nem mondod el apunak szerintem. Nem, hát, hogy akkor rákérdez, akkor otthon van, el van zárva. Hát nem gondolod, hogy hordom. Viccelj, már nem hozom el utcára, hanem valaki kiszúrja, leveszi. Brunner Márti belém tolatott. Hát. Javítás után kihoztam a szervizből, két nap múlva szétszedtek a kutyák. Kár 700 000 forint. Kijöttem a szervizből, 2 kilométer után egy stop táblánál belém jöttek hátulról. Hát, szerintem add el. Pekes hét volt, így egy hallgató. Ebből mondjuk a Brunner Márti az még egészen jó. Hát, hogy belém tolatott. Odáig még jó. Odáig még egészen jó. Igen. Na jó, hát ömlenek az SMS-ek, igazából nagyon-nagyon-nagyon sok van. Volga típusú autóját, valaki az apjának éjszaka ellopta az apja féltvölözött Volga típusú autóját, a garázsba visszatérve kiütötte a garázs hátfalát. Volt még mit finomítani. Visszazárta a garázs kaput, az apja reggel kérdés nélkül pofonnal keltette. Az milyen? A szeretett Volga. A szeretett Volga. De mit gondolt, hogy nem vesz észre a papa, hogy nincs meg a garázs hátulja, és a Volga összetört? Nagyapám a teljes nyugdíját húzta le a WC-n, körülbelül 120 ezer forint. Hát hogy? Az egy letolta nadrágját, és a farzsebéből beleesett a farzsebéből, igen. Na jól van, oké, köszönjük szépen az SMS-eket, játszunk. Óven bácsival és Beru nénivel megyünk tovább már is. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Halló, jó reggel! Halló, jó reggel, sziasztok! Szia. Hello. Tomi vagyok. Hello Tomi, honnan hívtál minket, Tomi? Hát itt Nyíregyháza mellőd egy kis faluból, Nyírbogdány. Na, neked is volt olyan dolog, amit tönkretettél? Drága volt és tönkretetted? Hát egy barátommal, akivel most éppen vagyok, egy ilyen mazda terekjáróval egy disznóba beleálltunk. Annyi, hogy bérelt autó volt persze. És beleálltatok egy disznóba. Hol volt a hiba? Nyilván a malacok, ugye? Nem, hál' Istennek az pont akkor nem volt benne. Csak üresen állt. De kicsit illuminált volt az állapot. Nem az én részemről, hanem aki vezetett. És még jó, hogy ott voltam alatszó, megfékezte. Igen. De legalább a buli jó volt? Vagy buli volt? Jó volt. Na. Nagyon jó volt, az biztos. Jó. Így visszagondolva már vicces, akkor kicsit megijedtünk, de... Totál káros lett a kocsi, vagy nem volt komoly? Hát az eleje. Eleje szépen. De ilyen kontármunkával itt helyszínen... Dísztárcsaspray-vel le lett fújva gyorsan, és úgy lett visszavéve a kereskedésre. De nagy! Dísztárcsaspray-vel fújtátok le? A dísztárcsaspray-vel fújtátok le? Hát azért az olyan nagyon sok minden nem takar el. Hát ilyen edűs színű, de pont elég jól takart a szerintem. És nem is jött utána se telefon, hogy? De, utána azt fizetni kellett kemény a pénzt. 150 ezer forint volt. Meg a plusz utána még a lámpa 120 ezer. Hát, hogyha még ezek után is azt mondod, hogy jó buli volt, megérte, akkor... Akkor az tényleg jó buli lehetett. Igen, az jó, nagy buli lehetett. Nagyon jó buli volt, azt tudni. Na jó, van, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Beru néni, figyelj! Oké. Na, valahol vannak, nem? Valami állomáson vannak, valószínű, igen. Jön egy rövid részlet, figyelj! Lelána! Ajjajajajaj. Jújjúj. Nem, ezt nem könnyű. Magyar? Nem. Külföldi. Nem magyar? Nem. Mutassuk még egyszer? Tomi, mutassuk még egyszer? Még egyszer, aha. Figyelj! Lelána! Shakira. Jézus Mária! Honnan tudtad ezt? Óriási vagy. Vannak is cimboráim, amiknek Shazam van a fülükbe. Honnan tudtad ezt? Megvan az ajándékcsomag, ügyes vagy, de hát... Éppen kezdtem mondani, hogy majd, ha jön a hosszabb részlet, akkor abból már talán beugrik, de ez így, ez egészen elképesztő. Egyből itt szaladtak ki, mert ugye bent megy a rádió, hogy ne visszhangon, szaladtak ki egyből, és mondták. Mert én nem találtam volna ki soha. Aha. Mit csinálsz, hogy kik szaladtak ki, milyen munkát végeztek? Ó, most semmit, én éjszakás voltam, reggel jöttem haza. Na de éjszaka, de csak dolgoztál valami. Kibírom, mert a morning show-t hallgatom. Ha az hatodik haszakad, azt mindig. Na csak mondtad, hogy a fiúk kiszaladtak, azt hittem, hogy munkahelyről. Nem, hát kocsma. Aleg, jaj, de szeret, gyerekek, jól. Annyira éreztem, hogy erre még valahogy rá kell kérdeznem, mert itt valami nem stimmel. 8 óra, akkor kicsit benéztél így az éjszakai műszak után? Kicsit beugrottam egy bőcsikólára. Na és mi van, gyümölcsnapod van? Csak a cseresznye, vagy mi megy? Nem, azt nem, olyat nem szoktam. Nem?
Csak ha iszok is, akkor is csak sört. Nem szoktam pálinkázni. Na, és reggel 8-kor mit mondtál? Mi a menü? Bőcsi kóla. Hát? Ez Feri nyelve. Ki lehet mondani? A márkát ne csak, hogy mi, rum, viszki, tömény, sör. Sör. Aha, tehát a sörözöl. Igen. Így a mora? Igen. Valahogy azért le kell dolgozni a műszakot, tehát muszáj elmenni aludni, azért üres gyomorral az ember nem fekhet le. Erre nagyon ráizgultam, hogy Anna hívott vissza, hogy fogok játszani, erre nagy izgalom volt, gyomoridegen volt nagyon. Hát bementél gyorsan egy egyszer. Meg mondtam neki, hogy ha nem találom ki, már az sem érdekel, ez már pont elég így nekem, hogy már bekerültem így adásba. Na jó. Hogy veletek beszélhetek. Tomikám, örülünk, hogy örültél, az ajándékcsomag is megvan, gratuláljál a többieknek ott a kocsmában. Jó? Jó, oké. Ciao. Köszönöm, sziasztok. Hello. Ő kocsmázik, gyerekek, reggel 8-kor. Igazán, figyelj, melónak vége, miért? A rendes munkás a műszak után bemegy egy fröccsörét. Hát vagy valaki műszak előtt megy, ő műszak után. Most is kérdése. A műszak, hát 8 óra. Nem tudom, ez a reggeli alkohol, ez nem tudom, én sok mindent megértek, az hogy tudod, hogy bírod azt, hogy reggel 8 órakor bemész és izol egy sört, így omorra. Te szabozol, ő meg komlózik. Igen, kinek mi jut, egészséges az is. Igen, 2 perc pontosan 8 óra, jövünk Ákos hírei után. Utazás közben, otthon, a munkahelyen, a bevásárlóközpontban. A Klassz FM szól. Kérjük, ha megkérdezik, mondja el. A Klassz FM-et hallgatja. Köszönjük. Csak slágerek. Klassz FM. A hölgyeim és uraim! Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofonnál az éter nagyágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ladies and gentlemen, ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 8 óra múlt, pontosan 13 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, és kaptuk az SMS-t, de látjuk, Roger admirális elsüllyesztette a kellemetlenkedő kalózbárkát, gyerekek, erről van szó. Elvesztett egy szettet az elején, és aztán gyorsan még hárat behúzott, úgyhogy... Mindenki megnyugodhat, aki izgatott volt. Mindenki nyugodjon le a csudába, gyerekek, aki izgult, aki izgatott volt. Három ember. Roger behúzta, Roger behúzta. Kikérem magamnak ezt a három embert. Ez egy olyan rosszindulatú... Rosszindulatú a stúdióban, mert a zsülpercet szakmaiatlan feltételezés, hogy ez három embert érint, egy fél ország aggódott, hogy vajon Roger mit játszott. Mit játszott így a második fordulóban? Továbbított, de tényleg nyugodjon le mindenki, továbbított. Tehát nem kell megrohamozni a székházat, minden oké, behúztunk. Jó, Feri, közvetíts, ki játszik? Most? Kérdés kar van a pályán, ez sárga nacis fiú, kicsit rángatja a vállát, szegény, egy nagyobb pólót is adhattak volna rá. Kéréskar. Igen. Kéréskar. Hát mégis ez van kiírva, tényleg kéréskar van kiírva, tehát jól mondod. Igen. Aha. Igen. 6-6 nem tudtak megegyezni, úgyhogy még tovább ütögetik a labdát. Szegény próbálkozik, azt hiszem alaponalnak hívják a fehér csíkot. Láthatóan a cipője is kényelmetlen, komolyan ebben a sportban mindenki hülye ruhában jár. Isten, mekkora férfiasságja a labdák az zsebében. Csodálatos volt. Iszonyat jól nyomod egyébként, tényleg. Most miért állítják meg, az még pályán belül volt? Vagy ez a két csíkot nem ér? Az a páros játék, tényleg a két csík az nem ér. Húzzák azt oda. Kéréskar. Kéréskar, gyerekek, igen. Kárlovics és Kirgiosz, de egyébként sem mond neked az egyéb semmit, ha Kirés Kar vagy Kirgiosz, Kárgóisz, teljesen mindegy. Na, azt mondja, hogy Szilágyi Erzsébet fasor áll oda-vissza Moszkva tér felé, kaptuk SMS-ben baleset a 61-es úton, Dalmannál két autó ütközött, infóitokat várjuk, köszi Zsú, trafi Kispesten az Ady Endre úton a határút felé, valamint az Európarknál, szintén az ugyanaz, Ady Endre út, így van, trafi Bax, királylány küldte ezt nekünk, köszönjük szépen. Moszkva tér az tényleg kemény, jártam ott a héten, gyerekek, az combos, tehát ahhoz most türelem kell. Ahhoz most türelem kell. Nagy kiabálás van belőle, de szóltak előre, hogy ez 2016-ig most így lesz. El kell kerülni. Tehát ha konkrétan nem ott van dolgod, akkor nem kell arra menni. Nekem át kellett mennem rajta, de utólag jutott eszem, hogy el is kerülhettem volna. Cudar. Ami ott most valahogy beterelik az autókat a villamos színre, és akkor ott visszafordítják, és úgy tudsz tovább menni a Szilágyi Erzsébet fasoron. Tehát, hogy az ilyen kurflét kell tenned. De elég nagyobb. Elég nagyobb. És hívjátok nyugodtan Szél Kálmán térnek, csak a Véncsont hívjak Moszkva térnek. Gyerekek, az Moszkva tér, azt az apáink, nagyanyáink is Moszkva térnek hívták, azt mi is Moszkva térnek hívjuk. Júli, mi van a csomaggal? Gyere, mondd már el, hogy elérhető, nem elérhető. Elküldtük a csomagot Angliába? Érdekel, hogy elküldtük, ugye? Elment és? A csomag. És nem elérhető. Hát most, hogy hol tart éppen a csomag, azt nem tudom nektek megmondani, de elment. Mivel adtuk föl?
Lovaskocsival? Postán. Ja, galamban. Ja. Igen, úgyhogy valahol az, repül. Az egy hét, az nagyjából most már oda kell, ugye? Elvileg igen. Milyen nap van ma? Szerda. Szerda. Biztos, hogy ott van már. És akkor mit tettünk vele, mert ugye kért? Tettünk bele darált kekszet. Hát magyar csokikat, amiket állítottam. Uh-huh. Miket? Ami már nem is magyar. A következő témához tartozik, ezzel lefoglalkozva, azt a létszős a kérdéshez. Juli bejött, leült, és elképesztő. Csak kikerekedett a szemem, mert a Janinál, egyszer le fogom fotózni, hogy a Jani milyen oldalakat nyit meg, általában krémesek és csokoládé trüffelek, meg mindenféle vagy, ilyesmik vagy csöcsök. És most éppen a témához kapcsolódó oldalakat nyitok meg, nem tehetek róla, hogy a Balázs a feleség olyan témákat dob be ide, amikhez ilyen oldal kapcsolódnak. Csak majd mondom. Csak messze le lányokkal lehet ezt feldolgozni. Igen. Szóval tele volt csokival, igen, magyar csokikkal, amiről most már kiderült, hogy tökre nem Magyarországon gyártják őket, de hogy hagyományosan magyarnak a csokoládékkal. De elküldtük, akkor jó. Útban van, tehát Anna írja, hogy nem elérhetőek. Mindenképpen megérkezik. Jó, ugye volt egy nagyon helyes kis magyar kislány, aki Angliában volt, gyerekkel, szülőkkel, mindenkivel, és mondtuk, hogy na jó, akkor kérje kettőt, amit mi kiküldünk neked, ha szeretnéd, és akkor kért egy csomó mindent, és szeretnénk megtudni, hogy mit szólt hozzá, hogy valójában megérkezett a csomag, örült-e neki, és tudott-e kókuszgolyót csinálni, mert azért kérte a darált kekszet, hogy csináljon igazi magyar kókuszgolyót. De viszontlásképpen nem kérjük, hogy küldjön belőle, tehát hogy köszönjük szépen, nem fogyasszátok egészséggel, ne, az egyhetes kókuszgolyóból mi már nem annyira szeretnénk falatozni. Igen. Mikor tudjuk meg, hogy mennyi pénz és milyen adomány gyűlt össze a családnak? Kérdezi egy hallgatónk, hát a tegnapi adásban elég hosszasan foglalkoztunk ezzel, hallgassátok vissza. Hát durván 3,5-4 millió forint az, ami összegyűlt, ugye még csurdogának az összegek, és lesz majd ez ügyben is fejlemény. Tegnap már beszéltünk az adományokról nagyon sokat, hogy mennyi mindent gyűjtöttek a hallgatóink, mennyi mindent kapott a család, gyerekjátékok, ruhák, és hát rengeteg minden. Úgyhogy TV, hűtőszekrény, tényleg rengeteg mindent kaptak, így van. Na, kigyönyörködtétek magatokat a laptopokban? Meg mindenki látott, gyerekek, mindenki bele van bolondulva. Mi van? Lottoztok? Vagy mit néztek? Mindenki a laptopjában van. Ja, már ennyire? Aha. Igen? Sose készültünk. Én még értem, csak 10 percig úgy beszélni, hogy senki nem néz rám, egy picit nehéz. Én mondjuk a témával foglalkozom, viszont veled szemben ott van egy széles képernyős LCD. Egy pillanatra nézek csak föl. Én értem, hogy mindenki a témával foglalkozik, és óriás melleket nézeket a laptopján, de Roger már nem játszik, úgyhogy nem nézek föl egyébként. Következő témánk. Ja, egészen konkrétan. Én ma örülök, hogy ennyire lelkiismeretes, hogy ez nem baj, csak ha 10 percet le nem veszed a szemed a laptopról, én meg beszélek a levegőbe, az egy kicsit úgy azért nehezebb, ha nincs szemkontaktus, csak ezt akartam elmondani. De nagyon lelkiismeretes vagy, hogy következő témánkra készülsz egyébként, ez sose nagyon jó. Gyűjtöttünk még ennyi anyagot. Azt én ma reggel nagyon informatívak vagytok, mert ennyi anyaggyűjtés egyszerűen nem volt itt hetek óta, hogy le nem veszitek, de már te is? Én már megnéztem, hogy meg kellett. Vagy te csak úgy bele a semmibe, én vagy te hova jutottál? Időztem el az előző témákból, hogy valaki mondta, azért látom, hogy úgy elvándoroltatok valahova. Brunner Márta, és én nem emlékeztem pontosan, hogy mire kellett annó figyelni a hölgyre. Ő a vágóval volt. Hát ott is volt ő, meg aztán később erotikus fotók is készültek róla, egy igen jó minőségű portfóliót. Akkor te ide tévedtél egy kicsit. Illetve, hogy ma hogy néz ki a hölgy. Láttam, hogy te is elvándoroltál. Egy már megvagyok. Bruta 8 perce. És milyen Márti? Nagyon-nagyon szimpatikus, kedves, helyes, aranyos. Hát most már nem fiatalságában tündöklik, hanem egy ilyen gyönyörű érett nő tekint ránk vissza. Mit csinált a vágóval? Valamilyen ilyen fordított, vagy a szerencsekerékben fordított ő ezeket a képeket? Valamit ő csinált, volt. Nem? Nem az volt a szerencsekerék, és akkor ő megfordította a K betűt, az L betűt, hogy tudja, hol szorít a cipő. Nem, tudjuk. Más volt a műsornak a neve. De az tény, hogy először ott tűnt fel. Volt, és igen. Ő volt a forgató. Igen. Emlékeztek a tudja, hol szeret a cápa? És mondta, hogy nem tudjuk, hol szorít a cipő. Tudja, hol. És az volt a megfejtés, hogy tudja, hol szeret a cápa. Nem emlékszem? Megoldanám. Mindent vagy semmit volt, igen. Volt a szerencsekerékben egy ilyen nagyon okos ember, mondta, hogy megoldanám. Tudja, hol szeret a cipő. Nem tudja, hol szeret a cápa. Nem tudja, hol szorít a cipő. Csak egy kicsit máshogy jött ki. Na, gyerekek, hát értem, hogy miért néztétek az előbb már az internetes oldalakat, ugyanis amiről foglalkozunk, az arról szól, hogy a facér férfiak mekkája lett Budapest. De olyan facérok, akik itt vannak Magyarországon. Aha. Egyébként is, vagy nem olyan férfiak, akik csak itt. Tényleg, a facér hozol ilyen helyzetben engem, de most komolyan mondom, hogy nem elég neked, hogy facér külföldi férfiak, még ilyenket kérdezel. Ja, külföldi férfiak, ez a szó az elmaradt. Facér külföldi férfiak mekkája lett Budapest. Akik valószínűleg csak itt facérok, egyébként otthon házas emberek, de hát itt úgy adják el magukat, mint a facérok lennének, illetve hát ünnepelnek valamit. De hát igen. Ez régi dolog. Hát figyeljetek, angol turisták tömkelege járt ide már a
90-es évek közepétől. Azt, amikor elindult a fapados légitársaságok kora, az ott ugye tényleg fapados, tehát olcsó, akkor nagyon sokan jöttek, és nagyon sokan ünneplik itt, csinálják itt a legény búcsúztató. Igen, csak akkor még nem épült egy konkrét szolgáltatóipar az ő kiszolgálások. Ja, akkor még csak kísérleteztek. Most már állítólag olyan cégek vannak, hogy egyre több házasodás előtt álló pasit szolgál ki úgy, hogy már a reptéren megérkezik a limuzin hozzájuk. Aha. Most játszunk el a gondolattal. Önmagában azért ez nem hangzik rosszul, nem? Hogyha facér férfiak lennénk, és lehet, hogy mi is Budapestre mennénk szórakozni. Megérkezik a limuzin, ahol már eldönthetik a kuncsaftok, hogy milyen típusú jánykákkal szeretnének szórakozni. Majd pedig úgy állítják nekik össze a programot, hogy sok-sok 10 000 forintot elköltsenek, de ne csak a lányokról és a limuzinról szóljon, el lehet menni egy csomó mindent csinálni, például AK-típusú géppisztolyokkal lövöld. Jó ideje, mert azt vártam, hogy ne csak a csajokról szóljon meg a limuzinról, jusson hozzá kultúra is, így ezt én akarom. Igen, múzeumlátogatás, igen. Múzeumban is értik a fegyverekkel lövöldözni, és szerintem egyébként még az is kérhető, hogy a lányok lövöldözzenek. Igen, erre már cégek szakosodnak, a lányok is lövöldözhetnek, sőt, komplett kukollát is lehet bérelni. Ez a cég, vagy az ilyen típusú cégek leszervezik neked, hogy fejenként 10 000 forintért ti az egész pipsót kivegyétek, és 10 ember kell hozzá, és ott akkor 10 ember kukkolja ugyanazt a lányt. Ez egy nagyon népszerű szolgáltatás csomag. Csak a kultúra. Megrendelhetsz például ezen cégeknél magadnak sztékvacsorát. De egy unalmas sztékvacsorához ugye, hát most a zöldbors mártás sokat nem ad hozzá, ezért közben lányok egy másik asztalon játszanak. Érdekes, hogy bármit rendelsz, mindig vannak mellé lányok. Igen, plusz 10 000 is. Igen. Menj el lőni, mesztele lányok hozzák vissza a lőszert. Menj el kukolni, mesztele lányok táncolnak. Menj el, legyél meg egy jó sztékvacsorát. Mesztele lányok teszik egymás boldogát. És még vannak mesztele lányok is. És kiderült, ezek a cégek azt mondják, hogy modellek és pornósztárok közül is lehet választani. Aki már nyilván nem csak táncol, ugye jól érzem. Jaj, Feri, hogy lehet, dehogy is, itt a kultúra. A kultúra a lényeg, ez egy kulturális szórakozás, csak vannak ott lányok is. Most azt nem értem, hogy ehhez miért kell Budapestre jönni, ezt még az angolok nem ismerték föl, hogy veszel 2 darab limuzint, vagy azért jössz te, hogy a feleségeddel ne fussál össze a limuzinban? Hát egymásrészt meg a pénzügyi vonzata, gondolom, hogy 10 annyiért jutsz hozzá itt mindenhez. Most az a nagy csattanó, hogy te nem tudod a feleségedről striptizel és ilyen munkát vállal, ő meg nem tudja, hogy te ilyen szolgáltatás összel így, mert elmész egy limuba és összefuttok. Apa, anya! Te mit csinálsz itt? Vagy akkor meglepetés nekem. Szóval ahhoz, hogy egy férfi kirúgjon a hámból, ahhoz el kell menni külföldre? Én ott van. Vagy a legnagyobb biztonságban? Nem külföldre, Budapestre, a Tudomány és Kultúra fővárosába, hiszen itt ez egy kulturális tevékenység, csak vannak lányok is. Tehát itt múzeumlátogatás van csak lányokkal, sztékvacsora lányokkal. Múzeumlátogatás alatt értsd azt, hogy egy kör a Hősök terén a limóval. De várj, ezt, én most nem vagyok nagyon öreg, meg nem gondolkozom nagyon öregesen, de leszállsz a repülőről, csomag, kicsit fáradt vagy, utaztál 3 órát, stb. Bevágodsz egy limóba, és azonnal az arcodba nyomnak egy mellett, és valaki ott már azonnal táncol neked, miközben jössz a festő egy gyorsforgalmi úton. Igen, azért, jó esetben legalább együnk valamit előtte, nem? Vagy legalább harapjunk valamit, vagy ígyunk valamit. Hát vagy... ettél a repülőn. Hát és a fapaddal jöttem. Akkor is, csak vettél egy szendvicset 3 euróért sajtosat, meg ők nem esznek, tudod, náluk a folyadékbevitel a fontos, tehát mire ők leszállnak a Ferihegyen, a reptéren, a Liszt-Ferencen, addigra már szerintem csatakrészek mindenki, de ténylegesen csatakrészek, bevonszolják magukat a limóba, és ott kezdődött a buli. Olyan közhelyes pasi szórakozás ez. Ugye? Egyébként, nem? Undorító. De valahol megvan. De valahol mindig is annyira jól hangzik. Ha nekem egyszer legény búcsúm lesz, az a szép művészeti múzeumban lesz. Untassanak csak. Igen, az a múzeumból készakáján legyen valahol, nem a műcsarnokból át a szép művészet. Nekünk nem sokára lesz házassági évfordulónk, én ezt fogom kérni például. Nem utazok ugyan sehova, de kimegyek majd oda a Feri egy-kettőre, és akkor hogy küldet nekem egy limót. Szerveztem én olyan legény búcsút azért ismerősnek, amikor limuzinnal érkeztünk. És voltak benne? Dehogy voltak. Az hogy lettek volna már? Gondoltam, hogy nem. Dehogy voltak. Isten, eredeti munkácsi, mi? Végigjártuk a múzeumok éjszakáját. Azt végig. Semmi nem volt, ültünk hatán. Már milyen gyenge a limónak a teteje, ezt a krómrúddal meg kellett erősíteni középen. Na akkor most is lejutas, már meg nekem az ásítóinak. Ez nagy klasszikus. A kutyapályát, igen. Na, hát van a történetnek folytatása, de nem tudom elmondani adásba. Juli, hello! Hello! Te felhívtad ezeket a cégeket, hogy nyilatkozzanak nekünk, hogy még milyen szolgáltatásokat lehet igénybe venni. Igazából arra voltunk kíváncsiak, hogy mennyire fantáziadúsak ezek a programok, mert hogy csajok vannak, limuzin van, totál közhely. Tényleg nagynyelű lányok táncolnak egy limuzinban, de unalom. De hogy alapjában miket kérnek még a külföldi férfiak? Sikerült ilyen cégeket elérned? Vagy milyen pervers kívánságaik vannak most nyilván, ami elmondható?
Hát akkor bajban. Sikerült céggel beszélni, akik nem akartak nyilatkozni. Igen, sikerült céggel beszélnem, és igazából tehát ez a képzeld el a legperverzebb fantáziáidat, és szorozd be kettővel. Nem, akkor a brit nem kell csapat... elképzelni, ebbe így. Láttam, mi van a fejemben. A repülőgépről csatak részegen, és beszállnak a limuzinba, és brit férfiak. Igen. Onnantól kezdve kezdetét veszi a ereszdel a hajamat, de hogy 3 napig itt vannak, 3 napig mocsok részegek, és tulajdonképpen... Ezek hát, legény búcsuk, vagy születésnapok? Tehát ők ide jönnek. Az a lényeg, hogy egy ilyen bulit Magyarországon a töredékért tudnak kihozni. Nem azért jönnek Magyarországra, mert Nagy-Britániában nem tudnának lebukni, vagy nem buknának le, hanem az a lényeg, hogy ide jönnek, és 20-annyiból striptease lányokat fontosnak. Hát meg szépek a magyar csajok, azért nem felejtsük el, tehát aki járt Angliában, láttam már angol nőt, hát kicsi, ronda, szeplős, kövér. Tisztelet a kivételnek. Olcsó, csak nem nyúlnék hozzá. Tisztelet a kivételnek, nem jó, nem szépek az angol nők, nem annyira szépek, tehát a magyar lányok sokkal szebbek. Hát a striptease-ben nyilván nem a kövér, szeplős táncol. De milyen programok vannak? Tehát mivel próbálják ezt feldobni, hogy valahogy azért a 3 nap alatt kiszálljanak abból a limuzinból? Van valami, amikor elmennek AK-47-esen lőni? Igen, vannak szervezett programok, lehet tankot vezetni. Na, lehet, a teljes elbutulás, én ezt imádom. Paintballozni, viszik őket ilyen-olyan akvaparkokba, hogyha akarnak. Biztos, hogy rengetegen jelentkezek akvaparkra. Igen, mennyi. Nagyon jó program. Törhetnek autót, törhetnek szélvédőt, tehát ilyen bármit tudnak teljesíteni. Illetve elmentek az operába és a Szépművészeti Múzeumba is, hogyha kedvük tartja. De nincs hozzá kedvük. Nincsen nagyon hozzá kedvük. És hát nyilván azért a turisták, ezek a fiúk is előállnak kívánságokkal, amik gyakorlatilag a teljesítetetlen kategória. Hát persze aztán nyilván hát nekem azt mondták, hogy nem teljesítik azt. Aztán van olyan, ami elmondható, ami nem ronda, tehát úgy el tudod mondani, hogy nem, tehát nem nincs benne semmi szexuális tartalom, csak finoman. Nem tudom, hogy mi ez a gerjedelem, de hogy ez a nagymama vonal, ez miért jön? Ne, tehát megjön az angol csapat, leszáll, és azt mondja, hogy akkor jön a nagyi, és akkor jön a nagyi. Hát sütöttem pálmás pitét, a nagyobb, hagyjuk a sütit nagyikám. Én valami másra vágyom, friss pitére. Húros nincs. Te talán... Ne. Maradjunk a megyesnél. Tehát a granny, nagymama. Granny. És nagymama limóval megy, vagy nagymama ott van már a lőtéren? Vagy hol? BKB-ban. Hát a nagymama nehogy már limóval menjen. Úgy gondolom, amikor haver megtréfál, leszállsz Angliából, Feri egy kettős jön a limó, azt hát, hogy brutál jó csal leszállsz, és egy ilyen, ez jó napot arányom, engem kért a Johnny. Hello, my name is. My name is Erzsébe. Vagy azt hiszik, hogy megjött a megrendelt special guest, közben meg csak arra jár egy néni, és berátják a limóba. Na meg is jött, itt van, na gyerünk. Viszont innen a kocsmányosod valami. A gurulós kocsijában. Nagyon ütlek a botomba, ha nem engedsz ki. Rendben, hova raktam a... Nagyon szabos a mama, te. Hova raktam a pajskét ezremel. Adjál 20 eurót a bugyjába. Hát a listán, tehát hogyha rámentek egy ilyen oldalra, akkor ott van felsorolva, hogy milyen szolgáltatásokat lehet megrendelni. Hát ott van mindenféle lánya, fiatal lány, egyéb kiegészítőkkel. Nyilván a nagymama a pitéstála nincsen ott, de hát bármit el tudnak intézni. Mocsok részegre isszák itt magukat. És inkább csak pasik jönnek? Tehát engem az érdekel, én hogy... Tudom, hogy pasi, hát legalábbis erre nem kérdeztem rá, de én úgy tudom, hogy pasik. Ez mindig egy nagy dilemma nekem, hogy amikor nők elmennek legény csajbúcsúra, amikor a nők elmennek szülőnapozni, ők is ennyire állattá válnak egyébként? Vagy ez egy, mert van olyan nő, aki azt mondja, hogy igen, de van olyan nő, aki azt mondja, hogy attól rosszul van, hogy egy csipendéles beül az ölébe. Tehát a pasik vannak ennyire aljasra kódolva, nem, hogy ennyire le tudnak aljasodni, vagy a nők is, ha tényleg elmentek egy lánybúcsúra, akkor ott ugyanezt történt. Nem, csak ők nem jönnek ide, szerintem nem jönnek Magyarországra, mert nem. A magyar férfi nem kapható ilyenre. Igen, a magyar férfi nem. Kapható nem, de fizet érte. Igen. Én erre nem kérdeztem rá, de hát azért azt hiszem, hogy egyszer már volt egy ilyen, hogy mi minden történt a lánybúcson, amit nyilván a mai napig nem vallasz be. A Mirónak volt striptíz lánya állítólag, én nem kérdeztem rá, hogy mi történt, amiről nem tudok. Csak megnézted az archívumot. A lomtárat megnézted a laptopján. Nekem is volt csippendél fium, én persze csak taperoltam a pasit, mert muszáj volt, mert megfogta a kezemet. A muszáj volt. Meg kellett fognom. A kényszer nagyon. De hát láttunk már önmagukból kivetkőzött nagyon-nagyon részeg lánybúcsúsajokat, úgyhogy azért én láttam már ilyet.
és aztán, hogy ott de történik. De milyen elítéled, ugye? Aha. Milyen elítéled? Szörnyű. Ez egyébként tényleg szörnyű. És ők a nagypapa vonat kultiválják? Hát tényleg ők mit kérnek? Vagy ők mit csinálnak? A második nagy háborúban, amikor azt meséljel, amikor körülzálták, általában közlekedési táblákat lopnak, tehát olyan minősítetlen állapotba kerülnek, hogy közlekedési lápákat lopnak, akkor leszedik a cégére. Az angolok tényleg nagyon kemények, tehát bárhova mész külföldre, ott angol fiatalok vannak, ott nem akarsz lenni hosszú ideig. Egyébként tényleg szörnyűek, tehát hogy megszállnak bizonyos szigeteket, most éppen mit tudom én, nem tudom, Majorkán megy az őrjöngés, azt lelakják egy 5 év alatt, utána mennek tovább, Korfú is ilyen volt. Ez ilyen sajátos ilyen perverzió, amikor ide jönnek, akkor megszállják a Csepel szigetet. Na, én gondolom, egy kicsit idősebbek jönnek, ott ilyen 16-18 éves diszkót látogató angol fiatalok mennek 20, különböző szigetekre. 20-30 plusz. Viszont annyi pénzt hoznak, hogy hát ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni. Lehet őket utálni, viszont irgalmatlan sok pénzt költenek itt Magyarországon, úgyhogy nincs mit velük csinálni. És amikor látok ilyen limuzinokat napközben, akkor ott csak ilyen privát óra van? Amikor valószínű, hogy apa nem akarja hazavinni anyához a lányt, és akkor elmennek, kerülnek egyet a körúton, és ilyen is van. Nappal is mennek ezek a limuzinok, nem csak este. Délután, kettőkor, tegnap vagy tegnap előtt láttam egy limót, és azon gondolkoztam, hogy ha te bent vagy, beül a lány, utána valahol kiszáll, és teljesen privát a dolog. Hát gondolom, ezt is csinálják. Elvitték mosatni. Már kit? A limót. A limót elvitték egy kicsit mosatni. Hát azért bérelsz kocsit, hát elmész egy szállodában. Az is igaz, igen. Uh-huh. Na, írjanak nekünk csajok, jó? Azt tudjuk, hogy a pasik milyenek egy legénybúcsún. Azt tudjuk, hogy a pasik hogy viselkednek, ha elmennek külföldre. De most arra vagyunk kíváncsiak, kérdezi Robik, a kecskét lehet kérni, hogy mit csinálnak a nők egy-egy ilyen lánybúcsún? Írjanak nekünk akár limuzinsofőrök is, tényleg, akik csajokat visznek, hogy ott mi a durva, miket kérnek, hogy buliznak, mert a pasik valójában lealjasodnak, nem? De kérdés, hogy a nők tudnak-e ennyire? Ha pasit kapnak, mit csinálnak vele? Ha csippendélt kérnek, mit csinálnak vele? Igaz-e az a legenda, hogy a csippendéles fiúk tényleg azzal jönnek össze, akivel akarnak? Állítólag ez is így van, nem? Fogalmam sincs, sose voltam még csippendél fiú. Hogyha csippendéles vagy, ott mindig van egy lepattanó. Egy lány, aki a képerozva van a férjével, és ott maradhatsz a buli után. Biztos, hogy nem. Hát ezek a csippendél fiúk mind az egyetem mellett csinálják ezt, mert kell a pénz a tanulmányaikra. Ez csak a kultúráról, csak a tudományról, és csak a művelésről, és a másoddiplomáról szól. Jó, tehát írjanak nekik, akik akár ilyen cégeknél dolgoznak, vagy limuzinsofőrök, hogy lányok, vagy hát olyan lányok, akik ott voltak egy-egy ilyen lánybúcsún, hogy mit csináltak. Ákosnátok volt lánybúcsú? Hát nálam nem. De nálam a fiú búcsú, az, vagy legény búcsú az úgy nézett ki, hogy a Balatonban ittunk, és utána én vittem haza mindenkit. De semmi durva tartalom. Semmi durva nem volt. Napi politikát átbeszéltétek a vízben állva. Így van, hírszerkesztő barátaimmal. Nem egyébként orvosok, és mit cibáltam haza őket. Úgyhogy illetve az ölébe ültél az ünnepeltnek. Eltolt magától. A lány búcsú vagy a legény búcsú még belefér? Ami? Amikor házasság előtt vagy. A bűnözés, hogy még egy utolsó. Hogy a lány búcsún azt mondja, hogy oda dobom magam a csipendő hát fiúnak. Hát illetlenség a visszautasítás. Még ajándékba kaptam. Hogy mondhatsz ilyen? Valójában nem fér bele nyilván, nem? Tehát ott a másnap az esküvő, vagy kére egy rá, azért az már nem annyira. Nem annyira azért, hogy ezt most és még... És minden lány, aki veled volt a búcsúban tudja, hogy... Mi igen. Történt? Na, írjanak nekünk lányok, jó? Akik már részt vettek ilyen bulin, hogy buliznak a lányok, erre vagyunk kíváncsiak, a pasikat nyilván el tudjuk képzelni. SMS számunk változatlan, 9:04 perccel jövünk Ákos híre után. Klassz FM-en. 3:49 lesz, pontosan 2 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, arról beszélgettünk, hogy vannak már olyan cégek Magyarországon, amik arra szakosodnak, ugye, hogy hát jönnek a külföldi angol fiatal emberek, és őket szórakoztatják 3 napon keresztül, lehet tankot vezetni, autót törni, AK-47-esen lőni, és limuzinnal furikázni, nyilván lányokkal, tehát nem üres limuzinnal, és ugye erre szakosodnak cégek. És arról beszélgettünk, hogy vajon a nők hasonlóan viselkednek-e. Kicsit álszent volt a kérdés, mert egyébként nagyjából tudjuk, hogy nem, hogy hasonlóan, sokszor sokkal durvábban viselkednek egy-egy ilyen lánybúcsún, vagy bármilyen csajos bulin. De végig is kértük hallgatóinkat, hogy aki limuzinsofőr, vagy szállított már lányokat, meséljen nekünk, hogy van-e hasonlóság egy fiú buli között, meg egy lány buli között, amikor csak csajok van. Durvább. Állítólag sokkal durvább a nyomja. De ezt nem hiszük el, ezért kérjük, hogy megfigyelőként hívjatok meg minket ezekre a partikra. Igen, egy-két SMS mielőtt kapcsolunk egy hallgatónkat. Azt mondja, hogy lánybúcsú sofőrként a 4 órája házas feleség mászott rám, miközben a férj nyálcsorgatva aludt a hátsó ülésen. Annyit mondott, szeretne még egy boldog órát magának, ne hívjatok. Aha. Na hát ott is voltak szép remények a házassággal kapcsolatban. Igen. Azt
Aztán Zotya vagyok, diszkom volt 5 évig, na ne akarjátok tudni, mit művelnek a mennyasszonyok egy lánybúcsú. Nagyon durva. A haverom barátnője bement a retyóra sminket igazítani, aztán 10 perc múlva csörtetés a retyón, majd jönnek kifelé röhögve a csippendéles ráccal. Ó, Istenem. Azért az kemény, miközben a vőlegény valahol Balek módjára támasztja a bárpultot, nem? Biztos mindjárt jön, hát elmosódott neki. Na. Igen. Az igazán jó csajok lánybúcsúján van őrület, italhegyek, legalább egy táncos fiú és Hammer limuzin, meg reggeli buli, úgyhogy másnap felhívod a többieket, mert a végére nem emlékszel. Ez volt az enyém, persze határokkal. Ezt alküldte nekünk, érdekes, hogy senki nem írja alá az SMS-eket egyébként. Nekem nem volt csippendél fiú a lánybúcsún, de a Margit-szigeten minden bokorba odapisiltünk, a barátnőim idegen pasikkal csókoloztak, Jézus Mária, és a melltartót pörgették a fejük felett egy szórakozó helyen, azóta is emlegetjük az estét. Van egy hallgatónk is, aki limuzin sofőr. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok, Balázs, üdvözlöm a hallgatókat. Hello! Bence, te limuzin sofőr voltál, vagy vagy még mindig? Hát vagyok, most már a kereslet az kicsit csökkent, de egy erős 6 év után vagyok, úgyhogy vannak. Hát akkor neked hajnalig tudnál sztorizni. Igen. Tényleg durvábbak a csajok, amikor elmennek bulizni? Durvábbak, igen, ez inkább elmennem, hogy kezdődik egy fiú buli. Az abból áll, hogy beülnek a limuzinba, vagy egy legénybúcsú, mindenki el van kerülve, hogy nincs nő. Szeretnének inni egy sört, beasztanak, esetleg telihányják a limuzint, és akkor ennyi volt egy legénybúcsú. Na ehhez képest egy lánybúcsú, ott kezdődik. Finoman fogalmazunk, tehát csak azt, ami elmondható, jó? Vagy úgy, hogy csak képekben, igen? Köszönöm szépen. Ehhez képest egy lánybúcsú úgy kezdődik, és fel vannak készülve a csajok, tényleg tök rendesek, kis szallag, minden, game over, akármi, ilyen kis szallagokkal, és akkor kezdődik a féktelen italozás. Most a limuzinban, mint a Balázsóban is, nem tudom, ismerős a számodra ez, van egy fal az utastér és a pilóta között. Hát igen, hogy te felhúzhatod, és akkor nem látsz semmit, hogy mi történik hátul. Nem látok, az egy dolog, de azt többször mentettem meg az életemet, mert nem egyszer volt olyan, hogy egy nagy káoszba, kocsikázva arra lettem figyelmes, hogy azon az átadó ablakon kb. 3 lány átfér, az 6 kéz, és ez próbál így valahogy kihámozni engem a nadrágomból, miközben én próbálok vezetni. De hát ez csak egy ilyen lájkos kezdés. Tehát a lányok kicsit beindultak, nem volt pas, és azt mondták, hogy akkor is más, mint a sofőr. Igen, meg elégtelent a házival is. Volt olyan valahogy, azt mondtad, hogy jó, egyszer élünk, behúztad a kéziféket, hátramentél, felrántott az ajtót, és egy indián fejessel beugrottál a limuzin hátsó ülésére? Volt ilyen? Volt, persze, de aztán ebből nem lett vadulás, mert azért amelyik kutya ugat, az nem harap, tehát azért az jellemző, hogy ilyen csordába, aztán így szétszéled a bátorság, jó poénnak veszik meg egy pár ilyen fotó, de nem lett egy ilyen kóvi produkció belőle. Aha, tehát bementél az ízevéget megnézni, aha, mi történik, de abból nem lett semmi. Akkor így kicsit van. Sajnálom is, ahogy a hangodon. Igen. És aztán pont ezen a lánybúcson történt az, hogy a Bécsi úton álltam a pirosnál este, és ezt csak fölgyulladt a belső világítás, amiért az jelenti, hogy valamelyik ajtó ki van nyitva. És akkor néztem a tükörbe, hogy a lányoknak nagyon kellett már pisilni, épp a gyors étterembe igyekeztünk, ahol nem tudták felfogni, miért nem tudunk beállni a McDrive részére egy 9 étterembe. Ja, mondták, hogy létszik, akkor állj meg a drive-nál. Mondtad, hogy lányok, ott van egy szűk balos kanyar, az picit nehéz lesz oda. Mondani, hogy soromban be tudok tolatni, de se tovább. Na, és akkor fölgyulladt a lámpa, és arra lettem figyelmes, hogy aki nem bírta ki a gyors étteremig, az ott a Bécsi út kellős közepén a belső sávba kiugott az autóba, és neki állt kisülni. Jézus! Ennek többi lány is felbátorodott, és azt gondolták, hogy a busz megálló beülnek, ahol a váró padra ráülve folytatták a pisilést. Hát a szembeálló buszsofőr az így konkrétan harapta a mikrofont a buszba, annyira sírt a röhögéstől. Én meg csak így nyomtam, hogy a lakadás jelzőt, hogy azért mégiscsak az út közepén állunk. És akkor belül is nagyon szétszedik a limót, tehát romok vannak másnak? Állandóan, teljes mértékben mindent megtalált benne, így évek során egy komolyabb zsák telt meg az ott felejtett egyéb cuccokból, itt aztán tényleg az alsó nemüktől kezdve mindenféle egyéb tárgyak. Aha, azt a mindenit. Ez akkor nehezebb elviselni, mint a pasikat. Sikítoznak, sivítoznak, őrjöngenek, tehát ez szörnyű lehet. Két napig autóba se üsz, nem, hogy bármit megtennél. Aha, és már nem csinálod, vagy a bajtad? Hát csinálom, csak mondom, nincs rá nagyon kereslet itt helyben, úgyhogy annyira nem vad a helyzet, de mondom, hogy erős 5-6 év van mögöttünk, és az nagyon komoly volt, szóval tényleg azt kell mondjam, hogy minden kollega előtt le a kalappal, aki ezt mivel csinálja. Igen, kemény meló, szóval az a szépség része, amit elképzelhetek, az oké, de annak ára van.
Nyilván persze, hát az ember egyszer belecsöpel egy ilyen buliba, ezt végigcsinálja a hajnali négykor. Dupla tetőablakon, egyfolytában kilógva, ordibálva, a rendőrökkel állandóan elnézést kérve. Igen, ez, hogy neked kell, hogy... akkor magyarázkodni a rendőrnek is, akkor oda megy és megkérdezem. Ne haragudjatok, ezek kiabálnak ki az ablakon a rendőrnek, mindenféle szépet, jót. Én meg csak a pislogok, hogy hát elnézést, a lány búcsú van, kicsit figyeljünk oda. Nagy közös előállítás nem volt? Nem. Olyan volt, hogy utána a végén megkérték a lányok, hogy a rendőrséget egy közös fotót hagy, tegyenek meg ilyesmi. Kiabáltak, hogy megjöttek a Chippendale fiúk, amikor a rendőrök megkérdeztek. Igen, de nem vetkőztek még a botot, sose bilincs, sose mindegy. A lányoknak ez is ilyen negatív élmény lehetett ilyen szinten. Uh-huh. De tényleg a csajok sokkal komolyabb. Durvábbak. Igen, az SMS-ek is erről árulkodnak. Igen. Bence, köszi, hogy elmondtad. Most mit csinálsz, mivel foglalkozol? Lógok, letyögök az életbe, azt mondom, hogy valamit kitalálok, még egyelőre semmi komolyan. Pihenem ki a 6 évet. Még elmondásod alapján valamit, igen. Köszi, hogy elmondtad, ciao. Hello. Rendőr vagyok, egyszer csendháborításhoz kellett kimennem másodmagammal, egy lánybúcsúba csöppentünk, 15 részek csaj, visítottak, sikítoztak, amikor megláttak minket, azt hitték, megjöttek a Chippendale fiúk. Végül is nagy nehezen sikerült őket megfékezni. Ez Petya, azért amikor rendőrkét letépik rólad az ajtóban a szettet, azért az nagyon itt kemény. Itt vannak, és tényleg olyanok, mint az igaziak. Igen. kapd el őket! Én mesélnek a lánybúcsúmról, de nem nagyon emlékszem rá. Írja nekünk egy hallgató, igen. Mi a csajokkal, igen, spontán részegen striptizbáról mentünk, adtunk egy 20-ast az ajtónálónak, hogy 10 percre engedjen be, egy csaj rút táncolt, a menyasszony pedig felkapaszkodott a rúdra, és ő is táncolt, őrjöngés volt, sokkal jobb, mint egy uncsi Chippendél, ezt Meli küldte nekünk, köszönjük szépen. Gyerekek, tényleg durvábbak a nők? Az a helyzet, hogy tényleg durvábban nyomják. És a tulaj megkérdezte, hogy nem akar itt dolgozni, drágám? Igen, nem jaszkariznak vele annyira, mint a férfiak, az ő titkuk az ő titkuk marad, csendben vannak, nem büszkélkednek utána, de úgy látszik, hogy tényleg ez az alamuszinyuszi nagyotuk kategória. Egy női leánybúcsú. Lehet ide bekerülni egy ilyen leánybúcsú nőibe? Igen, azt mondom, hogy megfigyelőként bármikor, hogyha esetleg gondoljátok, akkor nagyon szívesen elmegyünk, hogy megnézzük, hogy mégis tényleg olyan dologról beszélünk, amit mi magunk is átéltünk. Nem tudom, hogy vágynék egy ilyenre, gyerekek. 600 részek sikoltozó nő azért, nem, te egyszerűen fél óra után a pokolba kívánnád az egész. Na de az a fél óra. Figyelj, semmi, ha 20 darab ilyen sikoltozó, hülye csajot neked ordít, szaggatja a ruhádat, szerintem nem élveznéd. Szerintem ez nem ad élvezeti faktort, mondjuk sofőrként, nem? A sofőrként nem? Nem. De mi Chippendéles fiúként egy kis Tarzan póz izébegokatjába, hogy beugrani? Ja, igen? Nem, mert úgyis meló. Tehát, hogy azért ott neki valamit hoznia kell. Meló, de melót nem visszük haza. Jó, tehát... igen, jobb, mint a három műszakot, hogy mi gyárban. Na jó van. Oké, köszönjük szépen az SMS-eket. Hát igen, érdekesek voltak. Vikivel játszunk már is egy jó kis hármasugrás. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Halló, jó reggelt. Hello, sziasztok, Viki vagyok. Hello, Viki, jó reggelt. Szia. Viki. Honnan hívtál minket? Monor. Monorról, mit csinálsz? Ott laksz? Igen, itt lakok, itthon vagyok a kisfiammal. Otthon vagy a kisfiad, de mekkora? Két éves múlt. Na, nem adtátok még bölcsibe, vagy beteg, azért van otthon? Nem, volt bölcsiben, csak kivettem. Hogy? Hát én itthon vagyok, egyedül vagyok, unatkozok, el vagyunk. Ja, hogy inkább vered legyen. Aha, igen, tehát hogy úgyis otthon igen. Vagy, akkor inkább vered. De hogy hívják? Maxim. Maxim? Igen. Maxim. És hogy becézed? Maxi? Maxim. Maxim. Nincs becézés, Maxim. Nincs becézés, Maxim. Uh-huh. Érdekes név. Érdekes. Ezt választották, ezt szeretem. Igen, érdekes. Jó van, egyébként mivel foglalkozol, vagy mit csinálsz, Viki? Felszolgáló vagyok. Felszolgáló vagy. És most éppen nincs munkád, azért tudsz otthon lenni? Hát nem nincs munkám, hát ugye 3 éves koráig itthon leszek vele. Ja, otthon, ja igen, otthon is vagy. Ja, utána aha. Megyek vissza, várnak vissza, úgyhogy. Mert nagyon jó bulik voltak esténként, mi? Jó, van, milyenek a kérdések? Azt mondja, hogy hát vihető. Jó, így szól az első kérdés passztartóért. Hogy nevezik idegen szóval a két törzsű hajókat? Katamarán. Maxi, igen, milyen apu, okos már. Igen, milyen két fejlett. Éves és milyen fejlett, Maxi, igen. Apukád is ott van, jó van. Én mondtam, hogy azért, de olyan hamar megtanul beszélni a gyerek. Milyen szép, mély hangja lett egyből. Igen. Na, sapka sálért, jöjjön a következő kérdés. Apu jó, továbbra is?
Igen. Megpróbáljuk. Itt szól a második kérdés. Melyik kontinensen őshonosok a jaguárok? Dél és Közép-Amerika. Igen. Nagyon jó. Igen. Ügyes. De miért nem a papa telefonált be a játékba egyébként? Tehát, hogy, de tényleg komolyan kérdezem. Hát, hogy mert ő gondolkozik, nem beszél, gondolkozik. Apa gondolkozik, igen. Ja, tehát te vagy az, aki a telefont kezeled, apa gondolkodik. Igen. Az jó páros vagytok egyébként. És nagyon bízik a tudásában, ahogy hallottuk. Igen. Dél és Közép-Amerika, mondjad már. Igen, papa kicsit túl komolyan veszi a játékot. Igen. Na. Mit mond a papa, mit csináljunk? Menjünk tovább a harmadik kérdésre? Már inkább őt kérdezem, mert úgy látom, hogy ő... Azt mondta, hogy persze, megpróbáljuk. Hát most már itt vagyunk. Az a papa megpróbálja. Igen. Jó, így szól a negyedik, a harmadik kérdés. Melyik uralkodónkat nevezik a második honalapítónak is? Na, papa? Nem. Szeretem, hogy elsangzott a kérdés, na, papa, és nézel jobbra. Aha. Tehát, hogy... Kicsit elengedted a játékot. Igen, tényleg te vagy az, aki tárcsázol, és papa, aki játszik. Igen. Na, mit mondott a fater? Tőled is halljuk azért. Negyedik Bélát. Na. Döbbenet az öreg. Ennyi. Komolyan mondom. Ennyi. Nagyon jó. Büszke lehetsz rá. Rá, igen. Király. Nagyon jó. Jó, hát tőled mit tudtunk valaki kérdezni, ami megy? Hát egyedül igazándiból semmit, mert elbuktam volna már az első kérdést. De felszolgálom, ja, de mit te tényleg, hogy mi az aránya a hosszú lépésnek? Igen, vagy az összeadás, vagy... Azt vagy tudod? De... Várjál. Hosszú lépésnek? Aha. Húha, várjál. Nagy baj. Azt hiszem, egy bor, két szóda. Meg vagy, jó. Csoda, hogy visszavárnak. Miki, látod, hogy neked is volt egy jó válaszod. Nagyon jó. Jól van. Na, hát akkor küldjük az ajándékcsomagot, jó? Azért a papának adjál belőle valamit, sőt, az se baj, ha... Jó, a sapkaszálat megkapja, úgy sincs neki szóta. Na, a megérdemli egyébként. Igen. Köszi a játékot. Én is köszönöm. Ciao. Hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Hát igen, érdekes játék volt. De végül is nincs megtiltva, rokoni segítség. Nagyon csak jó csapat volt. Igen, elsangzik a hír, és papa? Csapatban játszottak, papa tudott, ő meg beszélt aranyosan. Finoman, mondtad ezt így, igen. 3 perc, pontosan 9 óra, jövünk Ákos hírei után. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 9 óra múlt 10 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és hát az utolsó óránkat kezdjük már, gyerekek, kiderült, hogy mi van Rozsérral. Kiderült, szegény, hogy... Ne is a rohadt életben, hogy ez volt a hírportálok, már le is hozták a drámai hírt, mi szerint. Na, mi szerint megcsípte egy méhecske. Szegény kis poci cucika. Nem értitek ti ezt, az a baj, hogy mivel ti teljesen laikusok, és abszolút nem vagytok képben a tenisszel, itt ti csak az elbagatelizáltok, és az, hogy egy méhecske csípés, az csak úgy, az csak olyan könnyű feldolgozni ott a pályán, egy méhecske csípés. De hát ez egy szörny. És a múlt héten is fájt a feje egy picit. Hát ez a teniszben ez a cápa támadás. Tehát azért értitek. A méhecske a szörfözők fehér cápája. Ezt jó érzed meg. Ez. Teniszben a méhecske az olyan, mint a szörfőröknél, a fehér cápa. Nem, én látom, hogy ápolják az ő jobb új begyét. Hogy picit sír, picit lefelé gőlből a kis szája széle. Jegelték egy kicsit, igen, majdnem kicsit bibis lett, és kicsit sírókatott. Jaj, és én a mező mirkája nagyon messze volt ahhoz, hogy adjon rá egy gyógypuszit. Igen, nem tudott rád egy gyógypuszit. És...
És hát emiatt vesztette ő az első szettet. Oh, tehát ha azt gondolnád, hogy ez a kis balongelli, kis datolja zabáló olaszot megszorongatta, no. Mert láttam, hogy kicsit nekidrukkod. Import datolyát, ugye? Nem, szereti a datolyát nagyon. Nem szereti a datolyát és az olívabogyót. Az egyiket hozzák neki, a másikat termeli a családja. És, de nem ezért veszett el az első szettet, mert annyival jobb volt ez a balon mellé, hanem egyszerűen csak megcsípt egy méhecske. Oh. És azért az komoly dráma, ha az ütőfogó kezedet megcsípi egy méhecske gyerekeket. Egy méhecske csípés azért nagyon durva. Egyébként nyilatkozta Federer, most nézem itt az egyik hírportált, hogy soha nem érzett még ilyen fájdalmat. Nem, micsoda kőkemény, brutális férfias élete volt. Nem hallottatok még az ausztrál gyilkos méhekről, amíg akkor csípnek, hogyha csak egy új begyetes hozzáérnek, az egész jobb kezet zsibbadna. Most úgy szerválni, fogadni, pörgetett, nyesett forrákokat ütni, ez nem olyan egyszerű. Én azt hittem, hogy előre ment az operatőr, hogy letörölje a lencsét, de nem az sötétítette el a képernyőt, hanem amikor beszállt a méh a Lod Lavel arénába. Atya úrist! Szegény fiús, 2007-ben emlékeztek akkor sem, amikor egy tüske ment a részébe a bőrébe. Adja megbökte a tüske. Hát, nem értetek ki a tenisz, ez az a baj. De olyan nem volt, hogy lehorzsolta a bokáját. De nem. Elbagatelizáljátok ezt az a baj. Nem értetek a teniszhez, és ezért ez nektek csak egy ilyen kis könnyű tréfa, hogy egy Grand Slam második fordulóban egy mélyecske csípés milyen drámát tud okozni. Múltkor meg hogy leégett a tarkója, aztán az húzódott neki. Jó, Istenem, mi történik már ott a ha ott vagy, oda szaladsz, adsz rá egy puszit, ugye? Nem engednek be. Mióta szerest hátba szúrták, ott azóta elég komoly intézkedések vannak, de vannak biztonsági őrök, akik mindig arccal ugye a nézőtér felé áldogálnak. Azt így, ezt mondtam a múltkor, nem nagyon szeretik. Meló, nem nagyon nem. Szeretik. Nem szeretik. Meg hát a múltkor is megvágta egy manikűrollóval egy kicsit a kis újabb egyét a Rozsi. Csak mondom, hogy már Nadal van a pályán egyébként. Szóval, hogy nem rohanhatsz be, illetve sok esélyed nincs. Volt, most egy két évvel ezelőtt berohantak a Federerhez, és ott volt az ütő a kezébe, rávághatott volna egyet, azt hiszem talán angol szulkolóra, de nem tette még a zászlót, is volt ideje Federer nyakába tenni, ezt Federer lerántotta a fejéről, de fogta az ütőjét, de nem... Nem szereti az angolokat? Hát nem szereti inkább a berohangáló szurkolókat, igen, azt mondjuk egyébként megértem. Hogy hívják egy tradicionális angol mustár, megcsípte a nyelvehegyét. Nem, hát ugye mióta Szeles Monikát hátba szúrták, azóta azért, hogyha elindulsz a teniszpálya felé, vagy csak rosszul nézel, akkor azonnal kiszednek. Tehát ott az egy komoly. Ott azt hiszem egy Graf szurkoló volt, és teljesen váratlanul neki volt ideje Graf belépni. Zeppelin. Graf Zeppelin, igen, szurkolva, volt ideje belépni a Szeles mögé, és ugye hátba szúrta. Hát, de szörnyű volt, mondjuk. Szörnyű volt, igen. Ő, hát az a gyakorlatilag kettébe is törte a pályafutását Szeles Monikának, tehát onnantól kezdve ő már árnyéka volt. Igen, próbált akkor utána visszajönni, meg voltak még tornái, de onnantól kezdve ez neki olyan sok volt, hogy nem is tudott igazán. Nem is tudott igazán. Milyen rajongó vagy, mennyire elvetemült rajongó vagy, amikor annyira szeretett Steffi Grafot, hogy meg akarod ölni az ellenfelét, nem? Tehát, hogy azért az nagyon-nagyon-nagyon fanatikusnak kell lenni. Hát én, amikor nem akarod, hogy a Feri végig mondjon egy mondatot, én legszívesebben hátba szúrnálok, annyira rajongok a Feriért, és annyira rossz lesz. Ma mindig el is indul, de megbeszéltük, hogy nem, tényleg ne csináljam, mi lesz velünk nélküled. Meg csak egy nyomorult kis kanalam van. Azért az nagyon fájna. Az nagyon fájna. Ja, Istenem, mi lenne ez a Federerrel, hogyha már még MMA-s lenne, nem? És sem milyen demagóg duma ez? Milyen hülye demagóg duma ez? Hát most a Federer a 40 kiló... Elnézést, srácok, sajnos Rozsé, de nem tud, mert megcsipekint egy izé. Jó, mi lenne, ha egy MMA-s ütne egy olyan nyesett fornákot, mint a Federer jobb kézzel? Na most ezt nem tudjuk összehasonlítani. A fájdalom küszöbről beszélek. Hát de már nem is kell, hogy azonos legyen a fájdalom küszöbük, nem? Hát miért kell, hogy azonos legyen? Hát egy MMA-s az 30 évig ütik, vágják, hogy bírja a fájdalmat. A teniszben azért ritkán van testkontakt. De a Nadalnak évek óta fáj a háta. Nem is játszott most egy évet, kihagyott vakbélműtéttel. De nem is panaszkodik méhekre. És akkor a forró tát is hűtik neki, hogy nehogy a kis nyelvét megégesse. Jaj, fújjon még egy kicsit, Rozsé. Istenem, nem szeretem, amikor laikusokkal kell beszélgetnem a teniszről. Tehát amikor... Laikusok? Hát ez nem a teniszről szól, most ez egy nyelv. Jobb kezedbe fogod az ütőt. Ha megcsípeje az új begyedet és feldagad, a jobb kezedet a szervánál iszonyatosan fogod, ráadásul ugye minden fogásnál te ütőt váltasz, ütőfogást váltasz. Tehát máshogy fogod az ütőt a tenyeresnél, a fonáknál, máshogy fogod a szervánál. És ugye ha neked megcsípi az új adat a mély, hát ott szörnyű dráma, igen, hogy utána szorítanod kell. És rádagadt a csípést. Rádagadt a csípést. Nem tudta megforgatni. Miért nem szívta ki a Lütti? Tényleg. Mondjad? Hát milyen edző az ilyen? Mondja, Gyuli, mit mondtál? Micsoda?
Mert egyébként ilyenkor ott van, ugye a Davis Kupa csapat edzője, ő edzi Rogert, hogy ő is, nem meg az Edberg is. Nem volt senki, aki kiszívja azt a nyavajás fullánkot. Hát ilyenkor te magadnak tudod kiszívni, nem? Azért... Akkor a Roger miért nem szívta? De lehet, hogy kiszívta, én láttam, mert hogy annyira van. Fájt neki. Ne, az abban, hogy sírt, és nem tudta a könnyen. Igen, annyira elfájtolosodott a tekintet, hogy nem látta, és egy másik ujját kezdte majd elszívni. Majd egy kérés külön embere van. Hát, fullán kiszívó. Figyeljetek, hát ilyen a fájdalom küszöbe, de hát azért gyerekek, tehát azért 17-18 Grand Slamnél tart, tehát hogy azért így... Hát teniszezni azt tud, hát az kétségtel, az senki sem kérdőjelezi, meg csak hát vannak időnként ilyen drámák is azért, amik nyilván benne lesznek majd később az életrajzában. És 2000, igen, és tudod, így lesz, 2015, Australian Open, a még csípés. 3-3 volt. Teljes fejezet. M3-as Nyíregyháza felől Budapest irányában a rekettyes pihenőben a rendőrök bérnek. Bandita küldte nekünk. M0-ás leállósában az 51-es kihajtó előtt kamion defekt. Moszkva tér tökéletesen járható. Mérnek az M7-es 145-ös kilométernél Letenye felé. Üdv B, valamint trafi a Váci úton, az Árpád út után a város felé mérnek a Kagylós kútnál. Miért szólunk megint máshogy, Zsül? Valaki ráütött a pultra, vagy csinálta valami? Ráaludtál a pultra? Belealudtál a pultba, és megnyomtál valami gombot. M1-es autópálya Budapest felé, 34-es, 33-as kilométer között két nagytestű fekete kutya bóklászik. Óvatosan menjen mindenki. Ezt Petike küldte nekünk. A 444 talált egy nagyon érdekes kis történetet, és erről akarok csak nyilván nem egy mondatot mondani, mert nem annyi lesz, hogy mi történik egy kis faluban, amit egyébként a Hír 24 is átszett, nem is ez a lényeg, nem sikerült megfejteni, hogy melyik faluról van szó, viszont lehoztak egy közleményt, hogy mit csinálnak akkor, ha a rendőrség, az adóhivatal, ha minden egyéb, vagy további hatóságok ellenőriznek a faluban, és ezt a presbiter kihirdette. A faluban, és ezt a 444 megtalálta. A cikk egyébként nagyon helyes, mert arról szól, hogy tisztelt lakosok. Szenzációs, vissza a középkorról nagyon jó. Az elmúlt hónapok eseményei megtanítottak minket, hogy vissza kell nyúlnunk nagyszüleink eszközeihez, hogy megvédhessük magunkat. Mint azt a lakosság tapasztalta, a török-tatár időkre emlékeztető rendőrségi és egyéb hatósági prédálások zajlottak le a faluban. Súlyos pénzekre bírságolták a közlekedőket, bicikliseket, autósokat, traktorosokat. A Kossuth utcára értelmetlenül kitett 30 km/h táblánál lesben álló trafizó rendőrök, vagy a kisboltokat 20-30-50 ezer forintra büntető ilyen-olyan hatóságok. Ezért védekezésül új harangozási rendeletet vetettünk be. Figyelj, én ezt imádom. Fönn a toronyban a megfigyelő. Ahogy érkezik a kék autó, a rendőrség 2 kongatás. NAV 5. Fölsorolták. Rendőrség 2-ös pont. Rendőrség ellenőrzése során mind a 3 harangot félreverjük, majd a nagy harangot kongatjuk 5 percig az ellenőrzés alatt. A processzust fél óránként ismételjük minden óra negyedkor és 3/4-kor adóhivatali ellenőrzés. Óriási. Mind a 3 harangot félreverjük, majd a középső harangot kongatjuk 5 percig. Hát én ezt imádom. Azt mondja, hogy fél óránként ismételjük az ellenőrzés alatt minden óra negyedkor és 3/4-kor. Minden egyéb hivatali ellenőrzéskor, munkaügy, ANT és a többi. Mind a 3 harangot félreverjük. Várja, kitám, és a kicsit. Majd a kis harangot kongatjuk 5 percig. Jaj, de jó. Nagyon hatóság jó. Együttes ellenőrzése esetén. 10 percig. Mind 3 harangot félreverjük. Félreverjük és az ellenőrzés alatt fél óránként ismételjük. Egyéb iránt az elhunyt szeretteinkért, valamint az istentiszteleti harangozási rendes módon nem változtatja. Jó, hát ez a... Oké. Nagyon jó. Fia, óriás, és ezt kihirdették? Vagy ez e-mailben körben, hogy a kisbíró kidobolta? Nem, ez a presbiter hirdetmény szerint van, ez a kis közlemény, és írják egyébként, hogy kérjük a lakosságot, hogy az ellenőrzésekről ezen és ezen a telefonszámon értesítsenek minket, hogy haladéktalanul harangozhassunk. Nagyon nagy. Hát nagyon én ezt nagy, ez annyira jó, hogy egyszer el kell ide menni, hát és meg kell hallgatni. A szituációt, hogy hát javál a szomszédba egyik, vagy hívják delikve, és Lajos, már nem hallja, már jön a nap! Hallja, jön a nap! Várja, hallja! Töle, ez nem is a nap, a rendőrök, megint jönnek, prédálnak! És akkor még írta a presbiter egy utolsó mondat, mindenki cselekedjen bölcsessége és belátása szerint. Oh, presbiter. Nagyon komoly. És igen, kihirdették. Pont. Figyelj, ilyen összetartó kis közösség, a legnagyobb kincs. Nekem ez nagyon tetszik. Védjük meg a falunkat, a lakosokat,
harangjelzés. Mindenütt lehet hallani. Írja is a presbiter, tényleg, hogy a török-tatár időkre emlékezett. A rendőr, akkor a török, a tűzvész, a tatár. Igen, a tűzvész, a törökvész, ugye hát félreverték, így verték, úgy verték, a haranggal jeleztek, ugye, meg hát a jelzőtüzekkel, ugye, amik úgy meggyújtott egy-egy falu, és akkor mindenki tovább gyújtotta, és tudták, hogy... Jön a nap, hajtsátok haza az állatokat! Meneküljük a asszonyok, gyerekek, be a templomba! Zárjátok be az ajtót. Te tudod, hogy mi van, amikor tűz van, árvíz van, kettőször verik félre a harangot, többszörös harang félre, tehát ezeket te ismered, vagy már elvárosiasodtál annyira, hogy... Nálunk, hogy van az, tényleg? Mert megismerem nagyjából, de ha félre verik a harangot. Most ez nagyon teszik, de tényleg mi az elképzelésed a vidékről, Bali, most komolyan. Tehát, elmondom, most én felteszem a kérdést, fontosabb vagy. Azért ez egy régebbi sztori már, egy kicsit minden van. Nem, arra gondolok, hogy én ezt elismerem. Bántóan városi vagyok, de tényleg, tehát sajnos nekem nem voltak vidéki nagymamáim, nem mentünk vidékre nyulat őrizni, vagy az, amit kell csinálni, azt vagy libát őrizni, vagy kecskét legeltetni, tehát én sajnos mindig városi nyaraltunk, de például te elmész vidékről gyerekkorodban, és hallottad, hogy a Józsi veri a harangot, és félreveri, te megismered, hogy ez most egy félrevert harang, és ez most azt jelzi, hogy árvíz, tűz, kis harang, középső persze. Harang, ezeket te így tudtad? Kis tűz, egy perces harangozás, nagy tűz, három perces, nagyon nagy tűzni, meg fölrántotta a harangozót a harangot. Nagyon nagy tűz, nagyon nagy láng. Igen, csak hogy volt, hogy amikor kis tűz volt és harangoztak, akkor számoltál 60-ig, és ha abba hagytak, akkor nem ment senki, mert ez kis tűz, nem már is old, nem, akkor már is oltották. Persze, hát és minden vasárnap. Mentetek, hiszen önkéntes tűzoltói lettek a tagjai voltak. Apádat, a nagyapjától, itt a nagyapádnak a nagyapjától örökölt tűzoltós is, akkor a fejébe csak aztán már rohadtak. Mentünk, és otthonról vittük a vizet nyilván, és minden vasárnap 10 órakor a kisbíró kidobolta az új hírt, mint a falu közepén. Csatárlánc volt, ez a mai napig is így van. Tótól a tűzig egészen csatárlánc húzódott, és egymás kezéből adtátok a vödröt a másik kezéből. És az van mostanában, hogy birkabőrre fölírja a polgármester úr a verdiktet, és ezt körbeadjuk a faluba, de mivel nálunk a faluba csak minden ötödik házban van írás tudó ember, ezért tudod, összejönnek, és fölolvassák egymásnak. Hát akkor jól képzeltem, hogy... Nagyon, hát és úgy volt, van például, érted, hogy azt még mi mindig nem tudjuk, ezt a 2015. január 21, hanem egy nagy marha lábszár csontba a falu jegyzője minden nap belekarcol egy rovátkát, négynél keresztbe húzza, hogy az az öt letelt a hétköznap. De ahhoz, hogy összeszámolják, ahhoz is kell a deák. Így van, a díjás tudó deák. Ő tanítja a falu lakosságát. Szóval ilyen romantikus dolgok nem voltak nálad, hogy ez így nem ment már gyerekkorban? Hát azért ez már 30 éve volt. 30 éve még falun azért ott 40 ott, az? 40 az lassan, nem volt ilyen? Nem. Semmi? A harangozás az megvan, de az minden faluban megvan. Azt tudom, és én azt nagyon-nagyon szeretem. Elkedül, de elkedül. Hogy szól egy félrevert harang? Tessék, az milyen? Ezt léci szájjal. Ez léci farpofával, lejázd el nekem fuvolán. Milyen a ritmusa egy félrevert harang? Nem ding-dong, hanem csak ding-ding-ding-ding-ding. Csak az egyik oldalt üzik. Aha, tehát nem ez a szép egyenletes ding-dong, hanem csak az egyik oldala. Aki még nem élt ilyet, nyilván, ha készülődnek, már mi se. Igen, a negyedkor. És drága. A tempója is más, ugye? Tehát egy gyorsabb effektíve, ugye? Tehát érzed, hogy itt valaki nagyon nagy bajban van. Gyorsabb, igen. Gyorsabb, ja. És már például nálunk azért van csak víztorony, ami magasabb a falu templománál, hogy tudjuk figyelni a Békéssoba és a gyulai hordákat, amikor támadásba lendülne. Tudod? Mert a vizet mi még mindig kútról hordjuk. Meg a szabadkígyósi rabló csapatokat. A garázdai. A bédázókat. Érted? És azért kellett, építettünk egy marha nagy víztornyot a falu közepére, de még mindenki kútból húzza a vizet, hogy oda fölmászol, azt látod, hogy jön az ellen. Jaha. Porfelhő szabadkígyós felől, mindenki zárja be a kazát, kapát, egyenesíteni! Nagyjából így képzeltem. Én annyira sajnálom, hogy nekem ez kimaradt egyébként. És akkor ott mit tudom, kimentetek 8-10 mezitláb egy ilyen marhalábszára drúgdosni, és akkor az volt az akadály. Nem, mert a marhalábszár az nem gurult, tudod? Hát te tudod, de nyilván labda nem volt. De hogy nem disznóhólyagból fújtunk föl a labdát, és azzal jártunk ki, és az volt a tornacipőnk, hogy apánk gumicsizmáját, ami már egy kicsit megrongyolódott, az bokánál elvágtuk. És akkor mit tudom, van olyan, hogy mikor először megérkeztél a városba, és akkor mindenki elmondta, hogy vesztettél le a szüzességet, az autós mozi, mit tudom én, busz megálló. Én meg meséltem, hogy hát a riska. A csűrben. A riska, te én. De a fűzni is tudott volna. A csűrben feküdtünk, amikor a mariska. Hát, gyere, Ferikém, rárakok a farára neked egy kalapot, azt majdnem olyan, mint a mariska. De egyébként én ezt nagyon sajnálom. Az úgy volt például, hogy a lányokat beküldtük fejni az istálóba, és ahogy lehajoltuk, akkor beszorítottuk a fejét a karámba.
És akkor úgy sikerült. Hát én ezeket irigykedve kérdezem kicsit. Tehát amikor én olvastam a Tüskevár című regényt, vagy olvastam, nem tudom. Az előszóig. És leraktam, mert nagyon untam. Nem, nagyon szeretem. Tüskevár téli regény, ezt tényleg nagyon kedveltem, nagyon jó hangulata van. Tehát úgy ott vagy. Télen is ott vagy, nyáron is ott vagy, hát amikor ők elmennek nyaralni és találkoznak először az öregek. De hogy nekem ez kimaradt. Tehát én Délegyházáig jutottam. Kihajtottuk a marhákat reggel. Volt a legelőre. Tényleg, hogy kihajtottad őket, és este mit egy megveszőztek, mert elhagytál egyet? Persze, igenis, dinnyét loptam a szomszédtól, és én voltam az árvácska. Dinnyét én is loptam, nem, dinnyét én is loptam. Dinnyét mi is mentünk lopni. Amikor azt a kis hímzett ködmörödet odaadtad, a kis sánta gyereknek. Gyerek meg. Ne, dinnyét mi is mentünk lopni, tehát mi jártunk át. Csak nektek messzebbre kellett felének csak a szomszédba. Én Dunavarsányban nyaraltam, és ott voltak barátaink, illetve gimnazista osztálytársaim, Majosház, Alacház, és mi jártunk oda velük dinnyét lopni. Amikor úgy röhögsz, hogy viszed a dinnyét, és annyira röhögsz, hogy elejted a dinnyét. És de közben menekülnöd kell, mert ugye hát őrizték a dinnyeföldeket. Tehát ilyen nekünk is volt. De ezek ebből kevés. Az csak akkor fürödtünk mi is, amikor a juhokig itatásánál apám belelökött az itatóba. De akkor is csak nagy kabátban, mert ideg volt. És ezeket egy jól kezeled? Tehát tudná harangot félreverni, gémes kutat használni? Bármikor. Tehát, igen? A lábat mosni. Úgy verek, hogy mámint patokba. Gémes kutba. Hogy jó, hát ezek nem működnének még ezek. Nem, mert a múltkor mutogattál fényképeket, tehát láttam, hogy kivittek a Margit szigetre 10 éves, amikor először kimoltál a Margit szigetre, kaptál egy vattacukrot, elővetted a bicskádat, azt elkezdted. Nem, mi nem jártunk Budapestig, mert az nagyon, azt nagyon messze volt. Aztán kiállt a bicskával vágni a vattacukrot, a Ferike, tedd el, ne csinálsz, hogy ilyen nem volt, hogy először főtépest és rácsodálkoztál? Hogy... 8 éves volt, amikor édesapám bevitt május 1-én a gyulai húskombinátnak, mert ő ott dolgozott, akkor voltam először a városba, és akkor már volt gázos lufi. Azt a mindenit. És nem értettük, hogy ez miért áll fölfelé. De durva. Az tényleg igaz az a történet, amit hallottam rólad, hogy amikor először kivetél itt egy albérletet, akkor tökre csodálkozott a tulaj, hogy kitoltad az ágyat a folyosóra, mert vittél magaddal a szénabálát aludni. Igen, és beállítottam egy maradt tehenet is radiátornak. És amikor először megláttad a mozgó lépcsőt, volt, hogy elkezdtél ordiba, hogy emberek, földrengés. Hát, sőt. Nem, azt mondta, hogy földrengés, azt mondta, hogy földindulás. Földindulás, emberek, földindulás. Sőt. Nem megmozgott a lépcső. Álljon meg, állíts, csak megmozgok a lépcső. Persze, amikor végre először autóba ültem, akkor például csak éjszaka mertem elindulni, mert hogy merre van Budapest, a csillagokból láttam. Igen. De aztán rájöttél, hogy ez nem csillag, hanem közvilágítás. Az micsoda. Na, azt is, én sajnálom, hogy nekem ez kimaradt. Komolyan mondom. Mondhatjátok rá, hogy én a városi, ti a vidékiek, de jó élet ez. Én sajnálom, hogy nekem persze, ez a... persze, igen. Mi vidékiek tartsunk össze. De a városi urat. Egy nagymamám, akinek tudtam volna nyulat legelt, ez semmi, mindig, nekem ez kimaradt. Én olyan kicsit... vagy, mint Rozsé, ott elcsíp egy néhecske rögtön, jaj, megszurizott. Igen, ezek a kis falusi gyerekek keményebbek, minket városiakat beszállítottak volna. Hát ahogy rászállt és beleszúrta ezért a fullánkot az ujjadba, akkor megpuszíltad közben, hogy jó van, te sorra. És még megsírattam a méhecskét. Micsoda hagymát tettünk rá, félbevágtuk a vörös hagymát, rátettük, azt játszottunk tovább. De rá lepisültétek előtte ti is. Hát hogy a fenében, de tényleg. Jó, városiként sírtam, mert megcsipett egy méhecske, akkor én puhány vagyok. Igen. Igen? Hát Ferit felökvelte a bika, azt mondta, hogy csak ennyit tudsz, köcsön. Hogy belelépnél a tehén trágyába, kak is lett a cipőm, jaj! Az úgy ott van az úton, csak úgy ott van. Nincs ott. Hát azzal frizbiztek a Ferit. Miután megszáradt. Nem tudtuk, mi az annak hívtátok. Nem úgy hívtátok. Mi városiak összeszedjük magunk után, meg az állataink után. Csak úgy azt összeszeditek, menjél már végig a kerület, a 6. kerület, meg a 7. meg a 8. Ott olyan, vannak, akik felköltöztek vidékről. Az persze. Ferék nem szedték össze, náluk az is közösségi élmény, mindig kimentek a kubikus gödörhöz fosni egy, akkor mindig voltak ott 8-an, 10-an ott ültek, de közben megbeszélték a falu ügyes, bajos dolgait. Így is van, együtt, egy WC. Tényleg, Feri, mit szólna a pottyantós WC-hez? Ja, semmi nem merné bemenni. Hát elájulná. Pottyantó, gödörás budiba bemenni. Fölötte a kis szerkezet, ugye az sem biztos, hogy nem szakad le. Így van. Kapaszkodnál aztán rendesen a deszkában. Nagyapának, ahogy hívják, a roham sisakjával, amire nyelet szereltetek, azzal mertétek ki. Minden júniusban, mert akkor már nem volt fagyott a föld. Így van, meg nagyon büdös is volt, meg akkor már jöttek rá. Kellett a káposzta alá. Így van valaki, amikor először jött Pestre vonattal a nyugatiba, azt hitte, hogy Pest fedett. De jó. Igen. Meg a tehénlepényt meg nem dobáltuk el, mert azzal vakoltuk a házat. Tüzel. Tüzelésre is jó volt, persze. Azzal tüzeltetek? Persze.
Az a lehetett üzelni? Igen, lótrágyával is. Jó, ki kell szárítani, és akkor meg elég az. De meg a vakolást azzal csinálta. Azt tudom, azt tudom. Az ügyesebbek, mint Feri, még cigit is sodortak belőle. Annak volt ütése. Az már anyag volt. Kukorica héjból. Sajnálom, hogy ez volt az új kínos kibecske. Hát igen. Lett volna egy vidéki unokatesó, tudod, akihez így nyáron le lehet menni, és akkor ott állatokkal vagy, játszol, kint vagy a szabadban, de más a városi kint se, csak tényleg más élmények érnek. Persze. Szerintem ez az együtt fiatalok járkálnak. Belelépnek a rozsdás vasvillába. Tehát tök más, minden. Persze. Figyelj, ez a fővárosi ízébóckodás, és ilyen kiszabaduló szobák vannak most, és akkor van időd. A nálunk az volt, fogom meg villanypásztort, megfogod, az az első próba. Az az, művölt, ezt nem sírsz. Így van. Engem úgy hátba vágott, azt mondom, hogy hátulról megrúgtak, nagy rédén haveromnál voltam. Villanypásztorhoz hozzáértünk. Mondom, miért rúgtál meg, Tibi? Ennyi. De mi megvágod ennyire? Há, engem hol? Is vágott, tudod, meg, mikor lovagoltam, de azért az... Tehát ez írdatlan nagyot volt. Teheneket. Függ, mennyi van benne. Aha. Hát ez be volt teheneket őrzött, tehát ott volt körbekerítve, hozzáért a hátam. Há, meg az úri bőrnyerek szigetelt, tudod, amint te ültél? Mi, amikor még szőrén ültük azaz... meg a lovat. Na, hát hogy azért arra befizetnék, amikor ti szőrén megültétek, a szőrén megültétek a lovat, azért azt megnézném. Meg láttalak, Feri, fölültettelek a lovamra, azért te nem hogy szőrén nem ültet meg a lovat, fordítva hát, ültél a lovon. Azért szélesebb állatokhoz volt szomorú. Váluk rendes lovak voltak, nem ilyen diszkóló. Szántani kellett. Te a tehénen mentél. Na jó, ez a történet nagyon helyes, amit a D44 megtalált. Tényleg ez a harang félreveréssel, hát ez egy olyan romantikus, és olyan helyes történet, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon meg szeretem. Az analogia, ugye, hogy a navatatár. Igen, az is nagyon szép, igen, a közös ellenség, igen. Na jó, van 9:30 volt pontosan 3 perccel, jövünk mindjárt, hívjuk a nap hallgatóját. Jó, aki küldött nekünk SMS-t és esélyes lehet, azt figyeljen, nem sokára valakinek megcsörren a telefonja, valamint mutatjuk a nap legjobb pillanatait, ezzel jövünk egy pici reklám után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. A Klassz FM-en. 3:49, az már nagyon régen elmúlt, 3:10, viszont 10 perc múlva lesz, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Aj, nagyon jó SMS-ek jönnek egyébként. A városi lét és a vidéki lét, de nagyon sokan írják, hogy mennyi élménytől esik el az ember, és én is persze itt humorizálom, meg nyilván az ember próbálja másokat egy kicsit megmondani, de tényleg komolyan mondom, hogy sajnálom. Tehát ezek az élmények szerintem, igen, tehát hogy ez nagyon jó, sokkal több minden ér. Hát itt azért csináltál valamit, az nem ugyanolyan, mintha ott lennél. Jó levegőn állatok között, az tök más. Nem kellett az óra alatt állni a Moszkva téren. Nem is volt óránk. Nem is. Kakas kukorékolt érte. Letűztetek egy bortot, megnéztétek, hova megy az árnyék. Nem, azt nem értettük azt az egészet, hogy most, mert érted, hogy a nap kering a föld körül, ami lapos. Mondjuk az a volt. Évek kellettek, amíg a Ferit leszoktatták róla az ipariban, hogy ne halasbicskával blankolja a kábel. Az ipariban? Igen. Feri keresztet vetett, térre borult, amikor meglátta a villamos. És mondom, ilyen állat nincs is, de. Ja, ez csak a tigris lehet. Szarolt de sárga. Feri, mikor először meglátta a villamos, beleharapott, mert azt hitte banán. Igen, nagyon jó, köszönjük. Banón! Nem banán, banón! Banón, igen. Ferinek a vattacukrot kolbászra tekerték. Köszönjük. Hát úgy fogyasztható is, azt tök értelmet igen. Az édes. Balázs, nagyon sajnálatot, pesti létterben nagyon szép emlékeim vannak. Vidéken élek 27 éve, kaptuk ezt is SMS-ben. Igen. Feriéknél háttámlás szék sem volt, mert nem lehetett leülni a háti permetezővel. Egyébként tényleg. Sose értettem, hogy nektek a vidéken miért ilyen nagy az iskolatáskátok, meg psz, miért csináljátok, ezt rájöttem, hogy permeteztek, basszus. Mert mi csak bementünk az iskolába, tanultunk. Azt látod apától, ami hasznos. Így van. Az egyébként fontos, igen. Igen. Képzétek, legelső után Pesten láttam egy nagy táblát, melyre ki volt írva Gyrosz büfé. Felkiáltottam, nézzétek, csináltak egy ilyen táblát, és elírták a gyors büfét. Ezt is SMS-ben kaptuk, igen. Igen. Feri, amikor először láttam metrót, azt hitte elektromos vakond, és megsimogott. Na jó van, köszönjük szépen az SMS-eket. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is volt szó. Beszélgettünk a rendőrség által kiadott kis videóról, ugyanben egy Lamborghinit látunk, és ez a Lamborghini 330-al megy, majd a következő pillanatban teljesen váratlanul elrepülnek. Csodával határos módon egyébként a sofőr is élve szállt ki, valamint az utasa is, asszonyka, aki videózta az autó
hát kilométer óráját. Igen. És aztán az autóporig égett, az utolsó pillanatban tudta a sofőr kirángatni még az utasát. Valahol elszálltak az M7-esen. Így van, viszont a Somogy megyei rendőrkapitányság elkészítette, vagy közzétette ezzel minden idők leglátványosabb, legnézettebb és legtöbb ember által lájkolt videóját. Igen, hihet, már majdnem 1 millióan megnézték ezt a videót. És aztán arról beszélgettünk, hogy ki milyen drága dolgot tört már össze, amit kölcsönkért, vagy a sajátja volt, vagy ajándékba kapott, valamint megvitattuk azt a szolgáltatást, amikor is ugye angol pasikra szakosodnak magyar cégek, és hát legény búcsúkat tartanak, lehet lövöldözni, tankkal menni, autókat összetörni, és lányok minden mennyiségben. Igen, és blokkolják, hogy a gyorsforgalmit, illetve a Gyömrői utat. Oda-vissza. Aztán oda kanyarodtunk, hogy a lányok vajon ugyanennyire durván buliznak-e, és megvitattuk, hogy a lányok még sokkal durvábbak is tudnak lenni. Telefonált nekünk egy limuzin sofőr, aki mesélt arról, hogy hát 6-8 éves sofőrködése alatt mit tapasztalt, mit csinálnak a lányok. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Morning Show. A Klassz FM-en. 3:10 múlt, pontosan 2 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Csabi! Régen pitty van, Lotma! Jó reggelt, szevasztok! Rég volt a kakas. Jó reggelt. Hallottad ezt a történetet? Hát most nem néztünk ennek pontosan utána, igaz vagy nem, minden esetre a 444 megtalálta. Foglalkoztunk vele, szenzációs. Tehát ez a félreverik a harangot, és már jön a NAV, a rendőrség, mint a régi nagy közös ellenség, a török és a tatár. És hányszor beszéltetek már róla, hogy ugye akik villognak, meg jeleznek egymásra, tulajdonképpen azok is büntethetők, és hányszor reklamáltak hallgatók, amikor beolvastunk trafiról szóló SMS-eket, hogy ezt nem szabadna, igenis bűnhődjön meg az, aki tilosban jár. Ehhez képest ez a falu, ez... Ugyanez, hát, tulajdonképpen igen. Ugyanezt csinálják, szólnak, hogy... Felhívják a figyelmet arra, hogy ne kövessetek el bűnt, mert hogy a büntetés lesz. Jó. Ilyen klassz módszerre, hogy félreverik a harangot, szenzációs. Ha ez igaz, azért... nem tudjuk, de feltételezzük, ha ez igaz, ez nagyon jó, nagyon helyes történet. Mondjuk ne felejtsük el, hogy már Dézsma ügyben is kb. Ott állunk. Igen. Nem tudjuk, hogy hol van, többen kérdezik SMS-ben, nem tudjuk, hogy hol van. Ausztráliában, hát te mondtad, amit... Ja, ez is itt nálunk azért szólnának ennek a sok birkának, hogy ebben a jó időben inkább kapálnának, mint ülnek ott el pálya szélén. A drága páholyokban sok pénzé, mi? Nézik ezt a nadát, minden mozdulata ugyanaz, nem, Feri? Teljesen. Képzeld el, Feri, milyen jó zsíros termőföld lehet az alatt a rekordtán alatt, hogy hogy hívja. Téledve, te fél hektár. Drága hallgatók, ha szeretitek a teniszt, hallanátok azokat a nagyon érdeklődő kérdéseket, amiket Feri és Elni kérdezi, teljesen tiszta lelkiismerettel, hogy... Hát ez a nadá lesz, hogy mit összepiszkálja az orrát, nincs nála zsebkendő. Ennál ilyen típusú minden... kérdések, annak 6 órától válaszolom meg ezeket a minden kérdéseket. Minden szerva előtt elkezdi, fülét húzza, farkát is meghúzza, aztán üti. Rossz kezébe fogja az ütőt, szóljatok már neki, nének. Nadá nem balkezes egyébként, ezt kevesen tudják. Ha nem? Balkeze játszik. Na, de jobbkezes. Csak senki nem tudja, minden kezdi, hogy balkezes. Ez mekkora a csávó, öcsém. Hallod? A cselgép. Az balkeze játszik, de nem balkezes. Csak lehet, hogy jobban járna jobban, mert már kétszer beleütötte. A nagybátyja áttetette a másik kezébe, hogy úgy nehezebb lesz ellene játszani, de egyébként nem. Ő balkezes játékos, de nem balkezes. Átá, Nadal. Tétitetű. Nem balkezes, egy emberi roncs. Csabi, Isten, egyedül vagyok én itt, tenisz szerető. Figyelj, nem fogok mellédálni. 14-szeres Grand Slam győztese azt mondja, hogy emberi roncs, hát Istenem, hát úristen. Nem fogok mellédálni, mert ráadásul én ma megvilágosodtam. Mert én próbálkoztam a tenisztel, mint minden más sporttal is. Behúzták a villanyt. És csodálkoztam, hogy miért nem vagyok tehetséges, és eszembe jutott most ma reggel. Gyerekkoromban volt egy csípésem. És ezért nem megy. Szemét, hogy már amikor azt gondolom, mellé állsz, akkor olyat teszel, amivel hátba szúrsz. Hallod, Feri, a Csabit is megbökte a méhek. Az adja úristen. Nem biztos, az nem mondta, hogy még. Azt a videség. Nem, engem bögöjtsípet meg ráadásul. Laikust itt, hogy mély mozd meg, mély pontos a második szerv, hogy mély igazgatja. Legalább jó helyen, ahol jó, hogy dagad. Nem is megy a teniszt, mert nem is gondolok rá. Azt a videni. Na, gyerünk, gyerekek, meg 11-kor én játszom, úgyhogy mennünk. De lehet tenisz? Én konkrétan 11-kor meccsem van, úgyhogy sietek. De vigyázz a méhecskékkel akkor. Nincsenek, alszanak a méhecskék. Hívjuk a naphallgatóját. Aztán csak okosan, tényleg. Most nem tudtak átelelni. Hívjuk, mi hívjuk? Nem félreverjük neki a harangot. Nem, a távbeszélőn Ferenc megtekerik ezt. A láró, a lármafán hívjuk. Telexet küldjük neki. Halló, jó reggelt, Feri, Csabi, Jani, Balázs, Morning Show, hello. Hello, hát írtál nekünk egy SMS-t, nagyon szórakoztunk rajta, csak hát nem mondtad, hogy Morning Show, nem írtad alá, hogy hívnak? Örülök neki, Péter vagyok. Hello, Péter, dolgozol, vagy elfelejtett, hogy írtál, vagy nem számítottál ránk? Nem, itthon vagyok, nem dolgozok most jelenleg. Igen, hol hallgatsz minket?
Budapesten. A Budapesten. Lőrincen. Ne, de most nem. Nem, tényleg Lőrinci vagyok. Földi. Hány kerület van ebben a városban, hogy nem tudunk tényleg hetek óta beletrafálni? Nem lehet, csak egy lőrinci tím. Az SMS-e szenzációs volt, ugye beszélgettünk arról, hogy milyen jó azoknak, akik vidéken nőttek föl, vagy ott lakhattak. Gyerekkorunkban mennyi élmény volt? Hát mondjuk kicsit... a beszélgetésből ez nem derül. Jó, hát igen. De ha csak arról beszéltünk volna, milyen szép a vidéki élet, az egy Kossuth rádiós beszélgetés lett volna, így morning show-s volt, hogy én képviseltem a bunkó városi oldalt. Nagyon jó volt, amit írtál, azt írtad, Feriéknél háttámlás szék se volt, mert nem lehetett leülni a háti permetezővel. Hát ez, így van. Ez nagyon klassz kis SMS volt, úgyhogy ezzel te lettél a naphallgatója. Nem mondtad, úgyhogy ajándékcsomag nincsen. Rendben, Balázs. Nem. Jó? Legközelebb. Legközelebb. Köszi, hogy hallgatsz minket. Ciao. Én köszönöm szépen. Szerbusztok. Hello. Hello. Szerbusz, Földim. Ciao. Na, gyorsan egy trafi, ugyan a harangokat nem tudjuk félreverni, de mondani igen, a Kerepesi úti templomnál a városból kifelé mérnek, ezt Miki küldte nekünk. Stírölnek a zsandárok. Igen. Eljövő SMS-ek jönnek fel, amikor följött Pecse, csodálkozott, hogy az autók nem szarnak az útra. Nem is tudtok elvinni egy bálaszalmát vele, mint a szekérrel. Feri, mit csinálsz az a nyereggel? Hát főrakom, ne ragd rá, te hülye, ez egy kocsi, ne te engedd el azt a nyereget, ne nyergeld föl. Ne tegyél zablát a szájába, te hó, hát ez kocsi. Mi újság, Csabikám, remek zenéid lesznek? Én összehozom egy dalban mindazt, amiről reggel beszéltetek. Ugye a vidéki élet az sejteti, hogy nagyon sok olyan megoldást tudunk, például darás csípésre, ami nem orvosság, ami... Hát a népi gyógymódoknál azt mondják, hogy például az ecet meg a paradicsom. Az is. Az nagyon-nagyon sok mindenre meg jó. Meg az még finom is. Finom is, de hogyha azzal állítólag lehet egy fertőtleníteni, még ezt a gyulladást csökkenteni. Úgyhogy hozom a huligánztal a paradicsomot, hogy... Tudtam, hogy hol kell. Hát ez is segít. Ki tudja? Ilyen konfokat 97-ben az étuszban mondtam, de azt a minden és én neki, hogy oda jutott. Fifikás, hogy zsivány vagy te. Mécsípés, paradicsom, fertőzés, gyulladás, vidéki élet, huligánz. Azt a... Hánykor kell te, hogy ezt összeted? 8 komát? Mert tegnap este ezen gondolkodtam már, és én küldtem a darazsat oda Ausztráliába. Te is elbagatelizál. Nem darázs, az csemé. Ja, bocsánat. Ne, én egyébként meg tudom érteni. Gyerekek, csak egy fontos info, Anna most írja, hogy akinek csomagot küldtünk, ugye szeretjük mi a folytatásos történeteket, írt Annabella, ő volt ugye a kislány Angliából, hogy elhagyta a telefonját tegnap előtt, valaki megtalálta, de nem kapta vissza, van egy másik száma, és... A csomag még nem érkezett meg, de ahogy megérkezik, egyből írnak. De jó, úgyhogy meg lesz ez is. Mi újság a sporttal, Csabi? Képzeljétek el, most már ráálltam, ugye nagyon sokáig szenvedtem attól, hogy... A mérlegre is. Hogy nem bírom én felvenni ennek a kardió edzésnek a tempóját, nem érzem azt, hogy mondjuk használna, nem érzem azt, hogy mondjuk a testem is alakulna emiatt, hiányzott nagyon a futás, de most már úgy ma reggelre, sőt már hétfőn is azt éreztem, hogy most már tudom. Ugye ennek a lényege az, hogy egy bizonyos BPM számot, hogy mondják, ezt a pulzus számot be kell állítani, azt el kell érni, és azt tartani kell folyamatosan. Uh-huh. Ugye beírod a súlyodat, a korodat, stb., és 140-nél meg kell állni. Tehát nem az, hogy leállsz, hanem hogy nem nyomod tovább, nem húzod jobban fel a tempót, hanem azon a 140-es pulzus számon kell tartani egészen addig, amíg rajta állsz azon a gépen, bármit is csinálsz, és ez 40 percig, vagy 35 percig, ez kemény, és ma megmondom már a héten úgy azt éreztem, hogy ez nekem megy, igen. És most már élvezem is. Meg a futópadon lépni is kell, nem csak rajta állni, mert akkor tudod lejösszolni. Ez nagyon mindig. Furcsa, hogy mindig hátra visz, és akkor mi vissza estetek kell már le futópadról, konditeremre? Rohadtul. Még nem. Abszolút. Én még nem. Volt egy barátom, hogy elkezdte nekem fölgyorsítani, és már nem tudtam rácsapni a piros gombra, és amikor elesel, ráesel az elejére, ugye ott tesz és kidob a futópad a falra, konkrétan. Ha nem egy szórakoztató dolog, hát egyébként 40 km-es. Ki bikával, ki futópaddal. Hát, ez van. Tényleg, Feri, ezt meséld el, amikor apád hazahozta az új pannoniát, ezt egy hétig megpróbáltatok sarokkal ösztökélni, hogy elindulja. Nézd, már nagyon szabos, ezt elmenni, már te az anyád. Kardió nálunk, Milotai dió volt a 10-es, az igen, az süti meg, ez a kardió, ezt sose hallotta. Na jó van, elmegyünk pihenni, szerintem ránk fél, jó? Csabi jön a kívánságműsorra, 555-55-00, ez a telefonszám, jelentkezzen mindenki, aki szeretne dalt kérni, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Sziasztok! Hello! Hello.